egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Zsülike, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 6 óra után 14 percet át tudod tenni a teniszre, Zsülci. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Hello, Feri, hello, Juli, hello. Szevasztok! Drága hallgatók, gyerekek, Marozsán Fábián, figyelj, ez a csávó, ez megtátosodott. Elképesztő. Négybe van. Hihetetlen, hihetetlen. Kiket vert meg, ilyen tizedik kiemelt volt ez a csávó. Igen, 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 igen. Az előző mérkőzésen, azt nem tudom, nyolcadik kiemelt. Hello, a Rúnét, Mina úrt, Alex de Mina úrt is megverte, igen. Nagyon nagy, nagyon nagyot megy. Elképesztő, ugye bejutott a legjobb nyolc közé, tehát a négy közé jutásért játszik, és a legjobb nyolc között van már most. Nem, nagyon... már négy, nem négy között van? Nem, nyolc. És akkor negyed döntőért megy most. Így van, így van, így van. A legjobb négybe akar majd bejutni. Én nem tudom, ki az ellenfél, ez még függ a mai meccsektől, de hát ez valami egészen elképesztő. Top 10-es, top 7-es játékosokat leverni. Hello, Juli. Hello. Ez durva. Hány éves az a srác? A Fábián? Hát nem tudom. 20 persze. Nagyon durva. Hát most már jobban rangsolt, szerintem, mint a Fucsó. És hát elképesztő, hogy megy, milyen formában van. Ez döbbenet. Nagyon durva. Most fog játszani, vagy hol van? Már játszott ma hajnalban. Most ismétlik? Nem, csak még megy szerintem, még valakik játszanak, úgyhogy ugye megnézem. Van, de ez jól nagyon nézel ki. Köszönöm szépen. Jól áll neked ez a szín, miért nem hordasz színeket? Mert nem akar. Nem most is ez van rajta. Hát úgy értem, hogy te tök jó ez a szín, ez a kék. Gyakran ja. Kellene ilyen színes dolgokat hordani. Igen, majd most veszek egy párat. Nagyon sok fekete cuccommal rájöttem. Igen. Nem jó feketébe járni. Narancssárgát, rózsaszínt, pirosat, lilát, ilyen szép, ilyen jó kis, ilyen jó kis színeket. A virágosban a legjobb, hát útmutató volt a Magyar Virágviselő Férfiak Országos Szövetségének elnöke, Sebestyén Balázs. Őt emlegette, tényleg volt ilyen? Nem, ő az. Én ja, viszont, jaj, nem. Hát emlékezni vissza, amikor ugye... Mit kerülnek fel. Igen, a rövidújú inges korszakod volt, és akkor jöttek a nagy virágok, én azt tökre szerettem. Én mentem utánad. Van, most is, én fogom hordani nyáron. Tök jó, hát nyáron. Néha van egy kis érzésem, mintha sötétben a Wikit szekrényében nyúlna. Kicsit olyan. Az igaz férfi bátran hordhat ilyeneket is. Neked is van. A rózsaszín is, én szeretem én is. Harcoljunk. Na mi újság, gyerekek, ki hogy van? Hogy vagytok? Ja, nagyon jól. IKEA bútort szereltem egész este, mindenkivel hagyom meg. Az le a kalappal. Figyelj, az van, hogy bútorváltás következett, ugye 14 felé halad Soma, és eddig egy olyan ágyon aludt, ami... Hát vészes? Ne, hát majdnem. Még gyerekkorukban kapták, egymás alá lehetett tolni, bunkereket lehetett építeni rá, tudod, óriási pálmalevél, amit el tudsz képzelni, és ezt Soma nagyon szerette, de már most elkezdett ficánkolni a fiatalember, gondolom én, hogy így a hormonok dolgoznak, és hát mondta, hogy ha majd itt alszanak a csajok, meg a ízé, mondom, na állj, állj. Hova? Egyrészt milyen csajok? Hova? Ilyen, de tudom, hogy kik a csajok, hát baráti csapat van, és akkor ott ő, hát itt szinte kivétel nélkül lányokkal barátkozik a Somi. Nagyon jól teszi, mondtam neki, hogy szerintem ez egy okos döntés, de hogyha itt azt mondjuk, mi már most ciki apa. Oké, és akkor az anyjával kinéztek egy ilyen fém ágyat, én tegnap kértem egy buszt, mert semmilyen autóban nem fér be az IKEA ágy. A 2 méteres. Ilyen 160-szor, 200-as legalább? 200-as, persze. Ez egy lapra szerelt ugyanúgy, nem? Lapra szerelt, csak hosszú. Tudod, és akkor az nem akartam ilyen kilógósan jönni az autópályán, hogy eljöttem a budaörsi IKEA áruházba. Hát gyerekek, ez semmit nem változik. Az ott lévő dzsihád az egyszerűen nem tud kipusztulni. Mintha mindenki most vett volna igen, a lakást. Igen, érted? De... Hogy és bárhányszor vagy az IKEA-ban, vagy bármennyiszer, mindig az van, hogy mindenki most vett lakást, és be kell rendezni. Igen. És te igen, nem újját kell neki, hanem csak egy zár az ajtajára, nem? Az van neki, az van, hát azt úgy tudja már. Igen, kulcssal együtt. Besétálsz, és tényleg azt gondolod, hogy itt valami történt ebben az országban, mert megint mindenki lakást rendez be. Aztán rájössz, hogy tényleg vannak egy csomó, akik csak sétálgatnak, mindegy, én gyorsoltam, meg a béka így ilyen pikpak pontozott, vagy mi az Isten, azt se tudom micsoda. Bementem gyorsan, elhoztam, és ez este egy 2 órás szerelés, este fél. Wow, azért az komoly. Na, de most már Soma boldog. Nagyon. Van nagyon, ujjája. Úgyhogy megvagyunk. Én ma megyek a zsinagógába. Úgy döntöttem. Melyik? Na. Elmegyek, megnézem. Igen? Annyi ilyen épület van. Zsidó vagy? Hát nem tudtad. Készülgessé. Tudom. Megnéztem rá. Mennyi a belépő? Tudom. Rákerestem. Te tudod, hogy mennyi? Nem.
belépő zsinagógába? Igen, 10 000 forint. A betyár mindenit. Hát, a vallást meg kell fizetni. A jó dolgok nincsenek, jó dolgok nincsenek ingyen. Nem, de éppen múltkor sétálgattam arrafelé, és azon gondolkodtam, hogy annyi olyan épület van Magyarországon, ami itt élek 40 akárhány éve Magyarországon, és hogy itt van a zsinagóga a központban, és soha nem jártam bent. Úgyhogy most elhatároztam, hogy havonta egyszer kipipálok egy ilyen nevezetességet. Medül úgyhogy van. Ma a zsinagóga lesz. De jó, neked milyen kis projektjeid vannak? Most van a másik, amelyiket nagyon szeretném megnézni, de azt hiszem, hogy azt abba hagyták. A Gresham palotában voltak ilyen turnusok, amikor hát ott foglald le az elnöki lakosztályt 1 600 000 Jó, és egy estére, és akkor oda mész, ahova akarsz. Lefotózkodom a lobbiban. Persze, persze. Egyébként a múltkor lehet, hogy nem te voltál, meséltem, hogy mi kaptunk egy ilyen városi, belvárosi sétát. Vannak ilyen tematikus sétát. És óriási, na, és ott volt ez a volt zsidó negyedet, ugye jártuk körbe, és a zsinagógákat is, és mondta a kis csaj, hogy hát lehetne olyat is, hogy bemegyünk mindenhova, de az nagyon drága, és pont ezért, mert egy 10-es egy ilyen épületnek, a zsinagógának a megnézése, de ott a környéken ugye van több is, több zsinagóga is, mindenféle szakadár. Igen, mert jó. Ugye úgy, hogy van az abszolút ortodox, akkor igen. Van a középutas, meg vannak az újak. Na már most ők egymással se beszélgetnek nagyon, de az meg, hogy bemenjél a másik zsinagógájába, az biztos, hogy nem. Így aztán mindenki épített magának egyet, tehát a nagy zsinagógán kívül Budapest belvárosában van még néhány ilyen zsinagóga, 1, 2, 3, 4-et néztünk meg. Nekem a másik jó. Nagy ilyen vágy, az itt a víztározó, amiben ugye csak a vízvilágnapján lehet bejutni. Itt van mi lent van a föld alatt, a azt mondod, igen. Azt már most felejtsd el, oda 5 évre előre tudom, nem tudsz regisztrálni. Igen, tehát mindig lekésem a regisztrációt. Azt láttál már képeket belül? Nem. A föld alatti nagy víztározó. Ja, voltak ott a gyerekek, de láttam. Olyan csarnok, olyan elképesztő monumentális, hogy ezt egyszer élőben igen. Nagyon szeretném látni. De megnézed, hát, hogy egy fél óra van benne. Hát nem, igen, persze. Nem, a víztározóban, igen, nem erős. Már jó, de hogy így nem, tehát hogy oda mész, megnézed, gyerekek látták mutatott fotókat, jó egyébként. De akkor, és akkor milyen hetente, vagy naponta van ilyen projekted, vagy mikor? Nem. Azt mondanám, hogy hetente egyszer, de persze hetente egyszer nem lesz ebből semmi, de mondjuk azt, hogy akkor havonta egyszer kipipálok egy ilyet. Úgyhogy most ezt így felvettem a listára. Aha, de ez nagyon jó, milyen kis. Ismerd meg városod mozgalom. Ami nagyon hosszú ideje érdekel, és pont szerintem valamelyik nap a Zsüllel beszélgettünk róla, az a rátszálló, amit ugye átadtak, majd bezártak. De hogy oda néha-néha beengednek újságírókat, hogy megnézd, hogy milyen lett, vagy hogy néznek ki, hogyha nem esne most tönkre meg szanaszét. És már egy csomószor sétálgattam arra felé, és így vártam, hogy talán szembe jön egy biztonsági őr, akivel én meg tudom beszélni, hogy ugyan engedjen már. Rákacsintasz, hogy engedjen nem, már. Nem igen. Nyúlok semmihez, csak hagyd nézzem meg, hogy néz ki belülről ez az épület. Mit mondanál, újságíró vagyok? Nem, azt mondanám, hogy egy civil vagyok, legyen olyan kedves, engedjen be. Hát lehet ezt talán beszélni velük. Néha ugye elsétálok arra, hogy bekukucskálok, megnézem a szobákat, felverte a penész a milliós berendezést. Őrület, hogy mi megy abban az épületben. Igen, hagyd ki a víztározót, mi voltunk, nem éri meg sorbálni. Nekem is úgy, én is úgy jött haza a Beni, hogy jó, láttuk, de benézel egy rácson keresztül, ott a víz jó messze, vannak ilyen nagy tárnák, de azt mondta, hogy nem vágta földhöz, tehát hogy szoszó. De hát, hogy annál vannak izgibb dolgok. Hát mondjátok, hogyha ha láttatok Budai már vár, mit tudom én. Ja, igen, Halászbástya. Halászbástya. Sokkal szebb, mint egy víztározó. Szép művészeti múzeum. Andrássy út például. Andrássy út, terrorházad, egy csomó. A kőbányai sörgyár, a Dréher sörgyár alatt is van egy ilyen nagy alagút rendszer. Igen, az érdekesebb egyen, mint ez a nagy víztározó. Szoktak futó, meg bringa versenyt is rendezni benne, úgyhogy ez menő. Igen. Vannak, ezek be lehet rá fizetni, és akkor ugyanígy, ahogy a zsidó negyedben körbevezetnek, de vannak mondjuk olyan túrák, ahol híres forgatási helyszíneket nézhetsz meg, híres szecessziós épületeket. Hogy itt állt valaha Will Smith? Igen, és itt robbant rá a gránát a kezében, nem tudom. Tehát, hogy, de hogy nagyon jó programok vannak, és nem ezek a fáradt habára tekintek körön, nem lát hinden helyemnek. Tehát ezek tök izgalmas, érdekesek, fiatalok vezetik, úgyhogy ezekre be fogok fizetni. Unatkozunk otthon? Nincs feladat? Milyen sok időt van már, hogy már ilyeneket tudsz csinálni, basszus. Hát nem csak sok idő, nem érzitek egy csomószor azt, hogy elmegy a nap, hogy nem történik semmi. Tehát ha fel kellene idéznem, hogy tegnap vagy tegnap előtt mi a csuda történt velem, jó, te Ike, azt Atya Isten, nem tudnám megmondani, hogy mi az Isten történt velem. Tényleg? Hát nem.
Hát én nem. Én minden neked napon minden nap történik. Én nekem úgy, nekem olyan napjaim vannak, hogy így... De mit csinálsz? Én tegnap elmentem edzeni, elmentem egy ott is megbeszélésre, ahogy tesszük össze a dolgokat, utána elrohantam a gyerekért, utána ebédeltetem, utána elmentem egy kertészetbe, ott megnéztem dolgokat, utána még a Benit elvittem edzésre, utána hazajöttem, visszahoztam, és így 8-ok azt mondom... Köszönöm, le akarok feküdni, hát köszönöm, köszönöm szépen, és már elmegyek edzésre, elmegyek fodrászhoz, utána elmegyek egy megbeszélésre, utána elviszem a gyereket a foci edzésre, és utána hazadom. Na jó, na de lássuk be, ezekben túl nagy inger csomagok nincsenek, tehát elviszed a gyereket edzésre, haza. De nem ez a kérdés, van benne energia. Történik, tehát... Igen, de nem történik, tehát élvezeti szinten. Ja, de a felnőtt lét az erről szól. Ja, ezt nekem nem mondták. Ja, nem mondták? Nem akarok felnőni. Ó, hát akkor beszéljünk. Hát akkor elmondom, hogy mi van. Hát ezt elmesélem. Hát ez a lényege. Hát ez. Ebből kell kiutat találni. Igen, mondjuk, figyelj, 10-15 év múlva már nem kell hordani a gyerekeidet. Hát nincs az 15 év. És akkor viszont majd eljön ez az idő, mert Julinak annyival könnyebb, hogy ugye már nagyok. Ők már önjáróak. De ennek a Benni már igen, csak mondjuk egy kicsit messzebbet azért viszem, de lesz jogsia, hát alig várom, hogy akkor már vezet is, és akkor tök jó. Na, odaadod neki a Verdát. Hát vagy valamire gyűjt, kap vagy nem tudom, kap egy kis polckit, vagy valahogy összetesszük. Úgyhogy nem tudom igazából. Ezt érzed? Én ezt a hívást még nem van, érzem. Van bennem egy ilyen sürgetés, hogy mennek, telnek a napok, az évek, és mindig azt mondom, hogy ej, ráérünk arra, még meg van egy csomó időm, és közben meg nincsen időm. Nem, nincs. Meg kell történnie valaminek. Életközepi válság. Szorul a hurok a kis csajnál. El kell menni megnézni a Kálmán napot. Kálmán napot. Már mondtam, na tessék, beültél a Kálmán napra? Ne, arra például eddig mozira nem jutott így idő, amióta múlt hét közepén mondtad. Napközbeni, matiné, 10 óra dél. Van idő. Sima dél, Kálmán nap. Igen, jó, oké, rendben. Nyos utána így rám, hogy Kálmán nap. Párákat. Akkor elmentem, megnéztem, na. Kipipáltam. Meg tudod, a Balázsnak bármit ajánlunk, sose volt semmi jó. Ott volt a bokodító, milyen szép, érted? Azt se tetszett neki. Bokmetszett. Fáradt egy hely. Hát, úristen, annál fáradtabb helyet. Hát az, oda csalnak három ilyen jó fotóval, mögötte az erőmű, és semmi, nehogy oda menj. Nehogy oda menj, mindenkit lebeszélek. Annál fáradtabb helyet nem tudok elképzelni. Ez nagyon fáradt az a hely. Semmi, egy tó, belógó három ilyen rozogas téggel, szembe három ilyen vityillóval, meg mögötte egy erőművel, amiben valószínűleg belefolyik a víz a tóba. De ha nem, talán csak izgalmasabb. Úristen, hát a legnagyobb kamu ez a bokodító. Vagy a Kőbánya Kispestnél. Jó, hát egy Csömöri útnál mindenképpen jobb, tehát hogy akkor inkább oda. Igen, ezek azok a helyszínek, amiről egy valaki csinál egy jó fotót, ugye pont egy szép nap lement, mint a bokodító, hogy abban tökre igazad van, hogy egyébként az egy helyről szép, ahol csak a kis stégeket meg a házakat látod, vagy max felülről, de a házak felől, ha mész, a stég felől, akkor ott van szemben egy rohadt nagy ilyen erőmű, ami bezavart. Igen. Tehát ezek a helyek így lettek híresek, hogy egy valaki egy nagyon szép fotót megcsinált, és az a vicc, hogy mindenki ugyanazt a fotót akarja megcsinálni. Hát hogy ne? De nem tudod. Érted? Mindenhonnan belóg az erőmű, mindenhonnan fáradt a hely, és egy fél órát körbejárod, semmi nincs, és semmi. És ezek a kis stégek nincsenek lezárva, tehát rá is tudsz menni. Hát ez nem stég, ezek ilyen faromhalmazok, amik ilyen szétrohadva, vagy rá vannak rakva a vízre, kettő hiányzik, egy van, egy hiányzik, kettő van, egybe van betörve, és ez így rálóg így télalakba a vízre. Hát kérem magamnak, hogy ezzel oda mernek hívni bárkit. Istenem, annyi hogy szép hely van Magyarországon. Elmerik adni turistáknak, hogy oda menj, a kölcs arra benzint, hogy oda menjél. Hát ez Jézus Mária, egy átverés. Én nagyon, hát de azóta mindent megteszek, hogy más ne járjon. Hogy rombolt. Az valami nagyon nagy átverés. Most dőltek kartán. Nem, a bokodiak örülnek szerintem. Hát minél többször mondod, hogy nem jön, annál kevesebb autóforgalom, turista, látványosság, hattyúetető hülye megy oda. Tehát szerintem ők a nyugit szeretik. Akik most álltak oda a food truckjukkal. Akik fölkapták a bokoditavat, vagy amikor fölkapták, akkor azt ők lenne, szerintem nem szerették, mert nagy volt az átmenő forgalom, hogy bok mindenki oda ment szelfizni. Tehát, hogy... Hát azok, akiknek a stégei ott vannak, azok kifejezetten gyűlölik. De annak a végén van egy kis horgászházikó, egy kis hétvégi házikó. Az, amit meglepve, hogy akkor az még nincsen lezárva, tehát hogy akkor arra még be tudsz sétálni ezek szerint. Ezek... Hát azt már nem nagyon szeretik, ha odáig is elmész, tehát ha ezekre a pallókra is rámész. Csak a tó partig mész, és onnan megcsinálsz egy gyönyörű fotót, de most képzeld, hogy te azért építettél oda egy ilyen stéget, egy kis házzal, hogy halálnyugalomban, a tök csöndben, ha kell, akkor lógópölővel üljél
a tóparton és horgász. Hát ezt otthon te is ehhez megcsinálod. Meg is. Oké, engem nem zavar, hogy néznek közben. Na de képzeld el, aki ebbe beruházott, ezt kitalálta, és azóta így állnak a turisztok az iPhone-dal a kezükbe, és fotózgatnak. Hát nem megy oda már turist szerintem. Mi elintéztük, hogy ne menjen. Kiírtam őket. Előtte egy-két képeslet megjelen. Na, de valaki megnézte a Kálmán napot. Tegnap megnéztem a párommal a Kálmán nap című filmet. Tényleg parádés a kapcsolatunk. Egyébként tényleg jó, nagyon tetszett. Iszonyú nyomasztó a magyar valóság, írja valaki. Megyerhegyi tengerszem, rakás szar. A Megyerhegyi tengerszem is, igen. Ki volt Depeche Mode koncerten, gyerekek? Na tessék, ilyenekre kell elmenni, látod? Jegyet szerezni a Depeche és csapatni. Tegnap este volt a Depeche Mode koncert. De ez minden évben van, nem maradtál le semmiről. Ez is az igaz. Úgy járnak ide, érted, mint a nem tudom. Mint aki itt lakik. Szeretnek ide jönni, és van itt valami. Mert láttam fotókat róla, hogy itt be van a Kempinski-be. Itt volt. Meg is volt a koncert. Tegnap volt a koncert, meg nem mondom, hogy hol, de igen. Balkánban, vagy hol? Nem, hát gondolom Dómban, vagy Arénában, vagy tehát valami a Depeche Mode, azért nem hiszem, hogy nem tudom, a West Balkánban ment volna. Akkor viszonylag kis hírverése volt ennek, mert hogy annyira nem hallottam róla, bár mindegy csomó mindenről nem hallok. Figyelj, el kell menni koncertekre, az például segít, tehát hogy az például jó. Nézd meg, hogy kik jönnek, és akkor menj el. Slash. Hát a Sting is, az is úgy jön már, hát hogy hazajönne. A kicsit ritkábban. Mit? Kb. Minden évben itt nem, van. Nem, 3-4 éve van. Hát a Sting koncerten legalább 3 volt, amit Magyarországon. Oké, az elmúlt 30 évben, tehát a minden évben az azért nem igaz, jó, hogy volt 3. Dóm vagy hol volt? Dómban? Dóm. MVM Dómban volt. Teltházas gondolom. Teltházas 20 000-es buli. Voltatok már a Depeche Mode koncerten? Nem. Soha életünkben. Nem. Én nem vagyok egy nagy rajongója, úgy szeretem őket, meg lehet, hogyha igen, én is úgy vagyok. Állnék az MVM Dóm előtt, és akkor kiderülne, hogy koncertre, akkor lehet, hogy bemennék, de annyira nem, nekem annyira nem fontos. Ikonikus nagy zenekar, elismerem őket, de engem nem érintett úgy meg. Melyik volt a legnagyobb koncertélményetek? A legjobb? Gánz, Totó, mi volt? Úristen, nem is tudom, milyen koncert. Én koncertél. A Stinget nagyon szerettem kint a fölvonulási téren, azt még a izé hozta el, a T-Mobile, vagy hogy T-Mobile volt, Avicii is jó volt a Szigeten egyébként, durva veretés volt. Hát a Szigetről a Prince, az, Prince. Figyelj, a világ legnagyobb koncert is. Istenem, én arról lemaradtam, nekem Fateless volt. De hol láttad őket? Nem mindegy. Szigeten? Hakni. Igen. Na, hát, Hakni, Londonba kell őket megnézni. Hát őket vagy kellett volna, igen. Nagyon durva, sokkal durvább. Tehát te kelet-európai haknit tolna. Igen. Tehát az, ami ott volt, ott volt. Persze. Az... Hát én nem tudom, az valami olyan elképesztő jó buli volt nekem akkor, hogy én ezt nagyon-nagyon szerettem. Úristen, nem aludtad át egy kamion mellett? Emlékszel rá? Azt nem, jó, megnyugodtunk. Az óriási veretés volt. Igen, meg egy jó retro Hathaway koncert írja a Balatonon. Azért az se rossz, egy beach house-os retro party Hathaway-je, igen. De hát majd történelmet írsz nem sokára. Gyerekek, 20-án. 20-án bulizunk egyet. Vagy hát ti bulisztok. Én dolgozom. Nem tudom képzelni, mekkora meló lesz. Én dolgozom. Ti csak jól érzitek magatokat, én csinálom. Húzom a talpalávalót, hogy ilyen modorosan fogalmazok. Hogy ezek az egyeztetések, ezek már arról szólnak egyébként? Hát igen, így a jegyeladás után egy kicsit el kellett kezdeni össze. Rámolni, hogy legyen valami. Előbb született meg a tojás, mint ahogy létrejött a tyúk, úgyhogy... Vettél néhány ív szerpentint? Most rendeltünk 100 darab lufit, van egy kis szerpentinünk, van egy habpisztolyunk, úgyhogy így alakulgat. Tegnap valaki hozott egy mélynyomót erre megbeszéléssel, ezt kipróbáltuk, elég jól szól, úgyhogy... Hát de csak egy van, majd középen lesz. Szerintem jó lesz, gyerekek. Most már megvettétek mindegy, ennyi van. Nem jó mulat, szerintem jó mulatság lesz. Jó lesz. Jó mulatság lesz. Hát azt nem tudom, hogy milyen közönség jön el. Én remélem, hogy azok vettek ilyet, akik nem így beállnak az első sorba. Dehogy is. Anyjuk, vedd meg a jegyet, most indul a jegyértékesítés. Megveszik, tudod, 3 gyerekkel kézen fogva, nagy sörhas, nagy pocak, beállnak és így néznek az elsősbe. Én remélem, hogy azért 10 000 olyan ember jön. De... Szerintem, aki erre jegyet vett, az nem százalék. Atomveretés kell oda. Tehát meg kell lejtetni a Balatont. Ki kell önteni a partjáról, érted? Ha áll a magyar és néz, akkor lejövök a színpadba, és azt mondom, gyerekek, ez így nem mehet tovább. Vége a bulinak. Vagy táncoltok, vagy csináltok valamit, vagy... Szóval én szerintem jó lesz. Jó lesz az. Hát a muzsikák jók lesznek, azt tudom. Hát a bizalom megvan, minden esetben. A bizalom megvan, a muzsikák adottak, úgyhogy... Már csak az időjárásnak kell jó lenni, de hát azt valahogy kiszugeráljuk, hogy július 20-án jó idő legyen. Egész táp felvonul előre,
és majd mi adjuk az alaphangulatot. Hát ha bejöttök előre csapatni. Hát na na. Hát mi, ott akkor halkor be kell állnotok oda. Ha beállunk. Vagy csinálunk egy ilyen. Vállaljuk elkerített. Egy ilyen elkerített, kiemelt álló lesz nektek, igen, heteteknek. Igen, igen. Csak így lenézzünk így majd a tömegről. Igen. Nagyon izzadtok. Nagyon izzadtok, hogy vagytok, vigyek vizet. Jövünk mindjárt, gyerekek, Zsulci integet, fél hét múlt 3 perccel jelentkezzetek játékra, aztán folytatjuk mindjárt. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3-4-7 lesz pontosan 3 perc múlva. Magyar futball, ki nézte? Senki. Illetve biztos nagyon sokan. Oda kapcsoltam. Oda kapcsoltál? 2-0 lett. Dicsőséges 2-0. Mi a második gólt pont láttuk a Noellal, de az elsőről lemaradtunk. Az nagyon szép akciógól volt. Fú, nagyon indultak hátulról, egy passz, előre, még egy, vége, kis lepassz, jobbra, balra és gól. Gyönyörű volt, az nagyon szép gól volt. Azt láttam, az elsőt nem láttam. Na, és veretlenségi sorozatunk akkor tovább tart. Most már nem tudom mióta. Most mire szelektálunk? Vagy ez most mire megy? Ez barátságos. Barátságos felkészítő. Ez egy ilyen EB-re felkészítő, felmérő Törökországgal, Koszovóval, nem tudom, pontosan talán Koszovóval, nem is tudom. Most tegnap Koszovó. Koszovó, ez ilyen barátságos, hogy vannak ki. Most már ugye fordulunk rá az EB-re. Tehát... Én nem mennek dodzsemezni, ha ez egy ilyen barátságos. Egyébként igen, vagy nem dárcoznak. Csapatépítő, tényleg. Igen. Ismerkednek, haverkodnak kicsit. Elmennek kicsit csapatépítőre, kicsit valamit csinálnak, igen, iszogatnak. Nem, szerintem most már az EB jön, tehát hogy olyan nagyon sok meccs most már nincsen. Júniusban talán még az EB-t lehet valami, igen. De igazából vége van, tehát hogy most már azért így mindenki erősen. Még játsza a bajnokiait, gondolom, meg aztán fordul rá az Európa-bajnokságra. Kevés olyan esemény van egyébként, csak hogy bocsánat, mert a foci kicsit hidegen hagy. De... Nem, ne szokjad. Tudod, azon gondolkodtam, hogy kevés olyan dolog van az életemben, amit úgy nagyon várok, és ez a július 20-a egyébként, ez most úgy megtehet. Nagyon cuki, hogy erre így. Tele vagyok, hogy lelkesedéssel, hogy izgalommal, olyan várakozással. Igen, olyan. De előtte még van egy scooter koncert is, tehát hogyha van kedved bulizni. Hát jön szuper minden évben jön. Na, és atomveretés van. Igen, júni, nem tudom, 1-2-3 park, valahogy így. Át kellene Csápi is egy-két számára. Én ott leszek, már a parkban. Hát itt szkúterem, persze, hát azért az alap. Nagyon rövid volt tavaly is, jelent számomra kicsit csalódás volt, mert legnagyobb slágeré nem nyomta. Nem bírja. Egyszerűen nem bírja. Az alatt olyan energiával tolja a csávó. Igen, de hogy álltok elfáradt, tehát azért nem hosszabb a mozi, mert azt mondja, gyerekek, ennyi van. Egy óra, 20 perc, és kész. És 80 perc az elejük. 60. 60 már. Szerintem 60, igen. Csak így rábontam. Egy olyan 8-10 nagy slágere hiányzott nekem tavalyról, amit nem adott elő, de nagyon nagy veretés volt. Jó buli volt, úgyhogy lehet itt hangolódni. Tényleg, ha most mondod, hogy az utolsó ilyen koncertem az a Billy Idol koncert volt a parkban. Atya úristen, hát az mennyi? 70 éves az az űrge. És úgy tolta, Jézusom. Nagyon durva, nagyon durva energiák. Nagyon jó a színpadkép, jó minden, tehát jól néz ki a szülőkép. 64-es születésű, pont most volt 60 éves. Azt a mindenit. 64-es a scooter? 64-es, igen. Azt a betyár mindenit. Hogy szeletet idő? És még mindig nagy fesztiválokon és mindenhol föllép, tehát hogy iszonyatosan. How much is the fish? Úristen, mekkora volt. Benne lesz a listában. Nem mondok semmit. A line-upról nem mondok semmit, hogy mi lesz. Angliában arra is lehet fogadni, hogy mi esik-e az eső, vagy nem. Fogadjatok. Akkor elkezdhetünk fogadni arra, hogy mi lesz az első, meg az utolsó szám. Jó, oké. Okay. Jó, ha valaki megmondja, mi az első, meg az utolsó, de várj, akkor hogy? Tehát az kap tőlem 2+ jegyet. Még egy ugye. Annak tényleg bejöhet. Plusz jegy. Hát az utolsó szerintem az megmondható, hogy mi lesz. Szerintem az, tehát az, annak van egy íve. Az első szerintem az egy nem várt dolog lesz, mert nem egy indulós dal. Nem egy indulós dolog. Nem az azt szoktak indulni. Az Ozoráról jön merre akkor. A híd alatt. A Margit híd alatt. Nem, 1000%-os scooter lesz az első. A scooter az egy jó indító egyébként, persze. Tehát, hogyha oda akarod vágni a partit, igen, csak onnan hova mész feljebb. Ugye, tehát egy scooter indítás, hogy azon nagyon nehéz, hogy hát felemeled 180-ra a BPM-et, azonnal onnan mit csinálsz? Tehát, ugye ezért ezeknek az estéknek van egy íve, hogy viszed, mész. De ha bevered az ajtót egy scooterre, bele lehet, csak utána azért egy kicsit megülteted a bulit, mondjuk 2-3 nótával később a lassabban jössz. Hát tehát, ha van benne dög, akkor vézolik a Balaton. Delfines csúszdás! Egy delfines csúszdás, az jó lenne. Akkor lehet, hogy fejt lesz. Az rajta van a listán? Az rajta lehet a listán? Akkor fejt lesz az. Igen, azt gondolod? Az lesz az első. Nem lesz, jó? De. Lesz vagy nem lesz, kiderül. Jó, de jó lesz. Na de addig azért még ne várjál, mert addig azért még nagyon elmegy a nyár fele.
Tehát ne az, egy ne ez valahol, de, ne ez az egy buli legyen. Távolban lebeg egy ilyen cél, és azt így el lehet érni, és arra lehet ábrándozni, álmodozni, ez bennem tartja a lelket. Igen, a következő ez... három hónapban, nekem kevés is elég. Igen, de jó tippek jönnek, Júj, mennyi számot kapok, mennyi mindent látok itt. Nagyon fogtok örülni, sok mindennek, látom itt a... Ez jó, mert ha elkezdik elküldeni a dalokat, akkor tudom, hogy mi az, akit mindenki nagyon vár. De hogy ez már tulajdonképpen összeállt a lista, de hogy látom, hogy sok találkozás lesz. Tehát, hogy lesznek, igen. Lesznek itt nagy találkozások. Legalábbis nagyon egyezik az, amit én szeretnék, meg amit a hallgatók. Ez tök jó, bár azért Oti track listájából sokszor kiderült, hogy mit játszik. Tehát, hogy nem lesz nagy meglepetés. Egy 12 perces Goa mixel mondjuk tudnék veretni, de... Megvan a megfejtés, ennyi lesz az első. Ennyi? Az Orinoco Flow tudnám. Egyébként... És ott állna a 10 000 ember, és így néznék egymást, hogy ez hülye. Mi van? Igen. No limit, too limited. Jú, de jó! Persze, nagyon trash, hát az egész 9-es, 9-es most már, de egyébként a tehetnéd visszarepülnél, és inkább ott buliznál, mint most, nem? Tehát, hogy... Igen. Itt van a játékosunk is. Halló, jó reggel! Sziasztok, jó reggel, Szandi vagyok. Hello, Szandi, jó reggelt. Honnan hívtál minket? Békés Csabáról. De szép hely. Ugye? Nagyon jó, igen. Békés Csaba. És mit csinálsz, mivel foglalkozol? Nyomdai farba dolgozom, jelenleg is dolgozom. Megvan még a nagy Kner nyomda? Megvan, persze. A Békés Csabán vagy nyomdában dolgozol, vagy kolbász csinálsz, ez a kettő. Így van. Kicsit szűkítve. Igen. És akkor gondolom, hogy meg is vagy, kit választottál játékra, nem? Tehát akkor ez egyértelmű. Igen, egyértelmű. Egyértelmű, Juli. Egyértelmű. Békés Csaba, akkor Békés Csaba, akkor Feritke. Menjünk. Feritke választanod. Menjünk. Jó? Jó, rendben. De egy kis vidám vagy, ez jó hallani, ugye, jó kedvű vagy. Általában a hallgatóink... Mi vagy jó kedvű? Mi vagy jó kedvű? Benneteket hallgatlak úgy, hogy más nem lehet, csak jó kedv. De jó, ezt egyébként tényleg jó hallani. Na jól van, figyelj, indulunk akkor, 3-2-1-es tessék. Jártunk, Szandi? Mikor Békés Csabán? Hova jártunk? Együtt. Vagy legalább voltam szexeltünk. Voltam kitelepülésen. Sajnos az ne... Menjünk azt tovább. Elkerültük. Menjünk megint Békés Csabára, akarod, jössz? Én nagyon szeretném, ott lennék az első sorban. És végig Balást néznéd. Jaj, dehogy is, mindenkit néznék. Mit szólsz az STS, bejön? És a Juli? Mind a ketten bejönnek. Más. Nagyon szeretem őket. Igen. Ó, Feri! Most tényleg engem cseszel le? Azért meg kimondtál egy hatalmas igent? Kimondta? Ja, akkor megállítom. Ó, nem is hallottam. Szép volt, Feri! Szóval is hallottam. A ne-nél megkönnyörültem. Azt mondtam, hogy menjünk tovább. Ugye? Tehát, most te kimondasz egy igent, és még engem lecseszel, én neked nem tudok jót tenni, én úgy érzem. Dehogy nem, gyertek kitelepülni, és minden jól lesz. Lehet, megyünk egyébként. Lesz valami Békés Csabán. Meglátjuk, szuper. De mindulunk tavasszal. Majd nem sokan el tudunk ezen róla beszélni, gyerekek. Annyira megy az idő. Úristen. Május. Most volt karácsony, és mindjárt május van. Oké, figyelj, ne kis kuncogsz, de aranyos vagy. Figyelj, nincs plusz ajándékod, de a kitelepülésen esetleg találkozunk, akkor valamit intézünk, jó? A Mácsora jó kedvét miatt is megérdemled. Olyan ritka, hogy valaki így magától ennyire jó. Végül, jó kedvű, meg ilyen kis életvidám. Muszáj, másképp nem lehet. Jól van. Na, puszi akkor. Csáó. Puszi, szia. Fú, nagyon jó zenék jönnek, gyerekek. Nagyon jó zenék jönnek. Eszembe se jutott mi? Egy csomó. Az van, de nem. Hát most érzete ezt utána. Nem kell már kész vagyunk. Már össze van rakva. És van egy ilyen aranyfedeles doboz. Szép, de dét. Én másnapát küldtem a srácoknak, srácok, ez a lájna. Kezdjünk el rajta dolgozni. De legalább valami számzáras valamit betettek. Átbeszéltünk, tehát ez abszolút. Nem fogod, hogy kinyitni a buli. Igen. Ott fogsz, hogy menj már bele, mi a... Nem, ők is jó ötleteket mondnak, maga a csapat, ők ugye egy csapattal csináljuk ezt az egészet.
De nagyon egyezik, tehát hogy nagyon, most látom, amiket a hallgatók küldenek, hát brutálisan. Van szinkronizáció. Nem nyúlunk mellé szerintem. Nagyon jó lesz. Az utolsó szám a sajtból van a hold, kérdezi valaki, így van, az a sajtból van a hold, igen, ez lesz az utolsó. Vagy fölköd voltam. Igen, de Szala is nagyon lelkes. Szalának van jegye? Nincs. Most nincsen? Nincs, azt írta, hogy nincs. Hát Szala, mi így jártál. Jó, azért a törzs hallgatóknak majd hát valamit intézünk. Azért. Persze, na. Azért ezt majd tudod, hogy hány törzs hallgatónk lesz most? Én már az előtt hallgattalak benneteket, hogy elindultatok volna. Igen. Nem, a hardcore arcoknak azért majd intézünk valamit, tehát ők őt. De hogy már ne legyenek ott, azért azt megérdemlik. De eladni nem ér. Tessék? Na nem, hát azt ha meg tudjuk, az zsihád. Igen. Bannolva lesztek. Nem, van egy 2-3 ezer jegy nekem fenntartva, úgyhogy azokat én felvásároltam. 3 ezer? Elköltöttem egy nagyon kétszer. Könnyű volt a teltházat, hogy megcsináltam, hogy 4 ezer gyorsan felvásároltam. A legnagyobb jegyüzér, aki a buli előtt 3 héttel kiadja, arany 3-ban. Nem, pont az, hogy kiderült, hogy az összeset én vettem meg, és ingyen mindenki elkosztogatom, és full ingyen van a buli, és így lett teltház, hogy te is ingyen vagy? Persze, te is ingyen hülye vagy, fizettél, osztogatták. És kiderül, hogy a 10 ezerből 8 ezeret elosztogatták. Nyíregyházáról jönnek nyugdíjas buszok majd, hogy valaki feltöltsétek. Nem áll, hogy még teli holdunk is lesz, Zsül. Nem. Megőrülsz. Júli 21-e teli hold, az azt jelenti, hogy júli 20-án fent lesz felettünk a hold brutál nagyba. És a következőképp, hogy szakad az eső, és ott állunk 15 fokban derékig érő sárgon. Akkor csinálunk esőnapot, akkor lesz esőnap. De hogy ne teli hold van július 21-én. Ezért aztán annyira világos lesz az egész park területén, hogy a több millióért bérelt lámpák semmit lesz. Nem teli bőr a hold. Próbáljuk kitakarni. Igen. Na jó lesz. Na jó van, gyerekek. Jövünk mindjárt 7 perc, pontosan 7 óra. A hónap utolsó valamilyen van, azt írja Anna. Gyónás van, gyerekek. Gyónás, szerda, gyónás nap. Gyóni kell. Gyóna, csütörtök, özsörtölődés. Haj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 
pénteken már nem jövünk. Igen. Jó, akkor majd 8-tól gyónunk egy kicsit. 8-tól még gondolkozzatok. Úgyis van, van mit biztos, ismerve benneteket. Bűnösek vagytok. Mindig csak a hallgatók gyónnak. Mindig toljátok előre a hallgatókat, de ti soha. De az a baj, hogy igen, ha mi meggyónjuk, az holnap címlap. Tehát, hogy nem, Feri, mi bármit mondunk, az bevallotta, elmondta, lehullott a lepe. Egy pici bűnözésen. Kérlek szépen, gondolkodjál 8-ig. Jó, egy pici bűnözésen gondolkodom. Egy pici bűnözést. Halljál be. Csak nagyot tud. Az a baj, hogy csak nagy színeim vannak. Tele vagyok bűnökkel. Olyan, amikor még tele, és te is belepirulsz kis anyákba. Igen, ezt meghallanál. Hallanál. A füledig vörös lennél. Na jövő mindjárt 6 perc a pontosan 7 óra, itt vagyunk a hírek után. Egy rövid szünet, folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 7 óra után vagyunk, 6 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, mindenki készüljön. Jó reggelt! Johnny valóval, gyerekek, tudjuk, hogy van vaj a fületek mögött, úgyhogy tessék készülni majd 8 óra után, mert hogy utolsó szerdákat, utolsó csütörtököket éljük. Egyébként meg lezárás nap van, és igen, fém és tigrises napunk, egy jó kis lezárás nappal fordulunk rá erre a szerdára. A kínai tongsú naptár szerint. Ezt kell megnéznetek, hogy ma mit akartok lezárni, vagy befejezni, vagy valaminek véget vetni. Például erre ez ma ez jó. Júli, lezárhatnád a tartozásodat felém. Nekem utaltál valamikor 10 rúgót. Igen, mert esett a hó nagy hideghegyen, és vannak róla felvételek is, úgyhogy ezt már nem lehet. Meglepő, valamelyik hajnalba érkezett 10 000 forint. Hát mondom, ezt nagyon szépen köszönöm. De átutaltam a Fradit is. Hát igen, azt ilyen csendben utalgatsz. Igen. Jó. Igen. Neked mi tartozom? Hogy annyira gyűlölöm azokat az embereket, akik így egy másodpercre elkérnek valamit, és soha többet nem adják vissza. Vonalzód, elvitt a vonalzódat? Nem, a körződet? Nem. Mennyit kértél? Na, mit gondolsz, mit vittem el? Nem tudom, fogalmam sincs. Mit vittél el? Az okuláriát? A szemüveget? Nem, akkor nem talált volna be a szerkesztőségben. Akkor még mindig kint bóklásznék. Nem, öngyújtót. Ja, öngyújtó. Oh. Érted? Öngyújtót és tollat, azt állandóan lenyúlom. Úgyhogy igen, ha valamit keresel, az nálam van. Most adjam vissza. Igen. De ki kellene mennem? Akkor nem. Jó, majd visszaadom. Hagyjad már a tabaksopos merchandisingodat, hát most még van neked abból 500 a kocsiba. Az oké, de itt nálam nincs csak 2 pluszban. Ez még azon kérdés. Plusz egy a csizmádba, egy a hátsó zsebedbe, 2 a mellényedbe. Dohányosnál ez fontos, mindig legyen ott a készlet. Elkéred, állandóan ezt csinálod, elkéred, nem adod vissza. Maradt már nálam korábban is? Á, de hogy egy 40. Tényleg? Masszus. Vannak ilyen notórius elkérők. Igen.
Hát a pénztárcádat még soha nem kértem el. Nincs. Légy résen kérlek. Ez hogy kérdez, hogy elkérd, hogy rágyújts, de már nem adod vissza? Igen. Ja, hogy csinálsz magadnak tüzet, rágyújtasz, de el is de teszed. Hát nem automatikus, hogy beteszed a zsebedbe. Akkor kérj el tüzet Feri, mindig Feri, nem tudok elszaladni előled. Hát jó, oké, odász oké. Az ajtóba. Igen. A testemmel foglak vissza. Igen. Falnak ütközött egy autó kisbéren a Városháza téren, hatóságok a helyszínen. Köszönjük szépen. És kérdezi valaki, hogy vajon elköltözött az a ficú, aki múltkor bevallotta, hogy elhagyja a feleségét? Emlékszel ugyan ilyen gyónós napon? Ja, tényleg, egy hónapja gyónós nap, hogy ő hazamegy és kettőkor elpakol. És akkor jöttek az SMS-ek, hogy gyere, pakolj, nagyon várom, meg végre elmész. Igen, 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 ez egy jó kérdés, hogy ő elmente. Vissza kéne keresni az SMS-t és felhívni. Ezeket így nem tudjuk lekövetni, meg nem is szoktuk egyébként. Pedig milyen jó lenne. Izgalmas lenne, igen. Ő egy hónapja meggyónta, hogy ő most hazamegy, összepakol és elmegy, ugye az igen, volt a sztori? Igen, igen. És utána jöttek az SMS-ek, hogy nagyon vártam, hogy eltűnjél. Igen, igen, hát az már nyilván az már nem feltétlen a pártól, de ma is lesz, úgyhogy gyónhattok, könnyíthetek a lelkiismereteteken. Ez egy érdekes dolog, mert van, aki egészen kisi dolgokat val be, és jönnek egészen igen, megdöbbentően, nagyon őszinte, hihetetlenül kitárulkozó SMS-ek, aminek semmilyen folytatása nincs, mert számot nem adunk ki, alá nem írjátok, tehát hogy senkit nem az érdekel, hogy kiírja, inkább maga az SMS tartalma a lényeg. Én hiszem, hogy van ilyenkor valódi megkönnyebbülés. Én szerintem ez terápia. Én szerintem ezt így őszintén, ez a nem mondhatom el senkinek, de névtelenül beírom egy rádióműsorba, ahol a műsorvezetők ezt úgy olvassák be, hogy nem vagyok beazonosítható, nem írom alá, nincs név, nem adnak ki, nem tud kiderülni. Ez szerintem kicsit egy óriási megkönnyebbülés. Tehát ez a gyónás, ez egy valódi pszichológiai terápia, ahol szerintem azt leírod, és azt visszahallod, akkor egy kicsit így kiadtad magadból. Ez szerintem egy klasszik terápia. Semmi teszi a megtett dolgot. Nem, csak könnyebben viseled az apró vagy nagyobb bűnöket, vagy egyszerűen csak úgy jól esik leírni, vagy úgy oda tenni, betenni a térbe. Mert hogy nem mondhatod el nagyon senkinek. De figyelj, hogy áll az ultra rövid terápiás karriered? Az egy egyéves dolog. Hát ja. az nem egy... Igen, viszont ő ultra rövidre de azóta itt ül az asztalon. Mézem messziről. Nem, áprilisban lesz, akkor majd viszem magammal. Hát most ugye nem annyira kell. Igazából. Na, a tanfolyamra viszem. És csak az havonta van. Közben nem kell így belásni magadat? Nincs itt igazán mit megtanulni erre, inkább így rá hát kell. Hát bullshit az egész. Nem, maga a módszer az már ugye megvan, tehát hogy most már csak úgy nézegetem, de hogy még tart, tehát az egy évig tart a képzés, úgyhogy még áprilisban, májusban, júniusban, augusztus, szeptember, tehát még járok, azt még nyomom. És el tudod képzelni, idegen emberek sztoriai érdekelnek majd téged? Nem. Konzulensként? Hát szerintem nagyon izgi. Tehát hogy ebben nem tudsz megcsinálni sokat, tehát ez nem az, hogy beülsz reggel 8-tól és este 9-ig csinálod. Ez mert ez annál sűrűbb. Ez egy másfél-két óra. Másfél-két órás beszélgetés. Azért az egy fárasztó a konzulensnek is, megfárasztó a kliensnek is. Tehát azért az mindenkinek egy nehéz dolog. De igen, abszolút. Nagyon érdekes maga a módszer. Én feliratkozom. Gyere, hát nekem kell majd csinálnom olyanokat, amiket ugye ilyen próbajelleggel csinálok. De jó lesz. Műszempilla építésre is kellenek modellek, és ott igen, a gyere. Taknyos az okoktatom veled a repkedődet, érted? Én viccelsz, amikor már belépett, már akkor sírok. Igen, meglátod a széget, amire lekerülni már zokogni nem fogsz. Nem meglátod a számlát, amit kér, érte már akkor. Mindjárt megcsinálod. És lesz... Ne aggódj, az első kör ingyen van. Ne fogsz nekem a végén fizetni, hallod? Te fogsz sírni nem kerül, ez aztán megcsinálom Zsült is, és csak hogy egárba legyünk. Kísérletező fajta vagy, te is hozzunk te. Valaki már most gyont szerelmes vagyok, de nem a párom, értjük. Oké, várj egy kicsit. 8-tól, tehát nagyon jó. Jobban fejtsd ki egy kicsit. Nagyon jó, meleg a pite. Nem most, várj egy kicsit, 8 órakor. Jó? Figyeltek, tudom, hogy mindig le vagyok maradva. Na. Át kellene írni egyébként a szignált. A Juli, aki mindig le van maradva. Igen, Juli, aki nem tudja, mi van a valóságban. Na, mi a kérdés? Létezik még olyan, hogy klasszik telefonkártya? Az mi? Nincs. Az mi? Amit ugye a készülékekbe tudtál használni. Ja. Tehát nem dobáltad annak idején a pénzt, hanem vettél egy kártyát, föltöltve, és akkor addig telefonált, amíg volt. A fülkébe bedugtad, és akkor telefonáltál. De ezt nem kérdezed komolyan, hogy ez van-e? Halál komolyan kérdezem, mert itt van lent egy telefonfülke, és ma véletlenül tovább mentem, és lentről jöttem fölfelé, és ott van egy telefonkártya, és kísérletképpen beléptem, és felvettem, és van benne vonal. Van egy telefonfülke van lent. Itt van lent egy telefonfülke, hol van egy érmés telefon, meg van egy telefonkártyás telefon. Már ez maga a múlt, ez a kettő. Na de hogyha... És van benne vonal. Igen.
Ki a francot hívsz föl, hogyha ha nem... És lehet. Hogy hívsz föl egy mobilszámot, hogy dobálod a százasokat fél percenként? Van, vagy... van érmés is, igen. Megőrült, tényleg ezek de, még vannak? Itt vannak lent, egy, illetve kettő, hát egy telefonkártyás, meg van egy érmés. Azt a minden. És mind a kettőben van vonal. Emlékeztek, mikor mentek ezek a végtelente telefonkártyák, hogy meg tudtad venni, mert valahogy meg volt csippelve, és akkor végtelente telefonkártya és volt. És mindenki gyűjtötte, mert azt hitte, hogy milyen érték lesz majd. Igen. És igen, most rákerestem, hogy 120 ezer darabot dobnak utánad 5000 forint. Tényleg, ilyen telefonkártya. Megnéztem, hogy egyébként mennyibe kerül egy ilyen kollekció. Azt a mindenségét neki. És volt benne vonal. Hát... Azért kíváncsi lennék, hogy ez mikor tűnik majd elő. Igen, hogy mikor, ki az, aki utoljára oda berakod. Ki az, aki egyet utoljára, mikor láttál ember telefonálni telefonfülkében? Én kósza telefonfülkéket lát. Hát, na, azt is bontják. De bent állni egy embert, én szerintem 15 éve nem láttam ember telefonálni szerintem telefonfülkében. Szerintem már az aluljárókból is leszerelték. Azt nem értem, hogy itt mit keres még. A nyugati az aluljáróban, emlékeztek, egymás mellett sorba volt 15 darab sorba telefon. És ott álltak az emberek, beálltak mögéd, és azon telefonáltál. Bedugtad a kis kártyát. Egy chip volt az elején, és akkor az vonta le az egységeket. Jó, de szerettem. Jaj, de jó. Az már ilyen nagyon nyugat volt, nem? Hogy tudtál telefonkártyáról telefonálni. Hát az mennyi lehetett? 20-25 éve? 25 éve hát az igen. De miért kell ezt a rendszert még fenntartani? Vagy ennek mi a létjogosultsága? Ezt nem értem. Nem voltak ki elbontja. De nem? Ennyi. Akkor szólok bejelenteni. De csak azért nem bontják el. Szerintem itt hagyták. Itt elfelejtettek, hogy itt van két fülke. Azt mondom, hogy Újpesten volt egy darabig, arról volt hír is, hogy elbontották az utolsó ilyen telefonfülkét, ott a metró végállomásnál egyszer volt, és akkor biztos vagyok benne, hogy ezek így megmaradtak, tudod? És valahogy még vonal is van benne, senki nem foglalkozik. És oda bemegy egy ember, még valaki, még onnan felhív valakit, bemész telefonálni a telefonfülkébe. Hát ez milyen elképzelhetetlen volt régen az életünk a telefonfülke nélkül, nem? És most mennyire megszűnt? És mennyire majd, hogyha van még olyan kártyám, ami még van egység, akkor lehet, hogy ezt még tudom is használni. Hát találj egy kártyát, hozd be! Ki kéne próbálni. Kiírja egy Veszel 900, igen. Vagy nem tudom, kiírja. Pannogi SMS kártya, Matáv kártya, akkor az már nem fog, nagyon menni, igen. Dílerek használják, azt mondják. Ja, lenyomozhatatlan. Egyébként ez egy jó, igen. Aki bent áll, az biztos, hogy díler. Működik a fülke, hétvégén is használtuk. Na, meglátok egy ilyet, valakit fölhívok. Csak sose ide gyere le. Sosincs apró. Ide kell menni. Egy mobil számhoz mennyi aprót kell bedobnod? Te rengeteget. 500. Hát miért kellene 500? Miért? Hát mert az ugye régen nagyon ette az aprót, a mobilhitel az nagyon igen, drága hát volt. Most már jó, egymást hívjuk tizenakárhány forintért. De várj, hálózaton ingyen. Belül. De most ez milyen hálózat itt? Ez a egy, mobiltelefon, ez egy matávos hálózat. Na de hogyha hálózat. A matávos telefonszámról hívok egy mobiltelefon. De nincs mennyi, hogy matáv. Jó, oké. Na de kinek a háló, kinek a telefonja? Fogalmam sincs. Mert ugye ha te hívsz egy vodásról, vagy egy T-homosra, oké. De ezt az analóg vonalat, ezt kiadja, ez T-mobil? Telekom. Valószínű, igen. Tehát akkor ez egy 30-as számnak felel meg. És aha. Hogyha ha én onnan hívlak téged, akkor lehet, hogy most is még 100-200 forintokat fizetek per perc. És nekem kijelzi a hívást? Nyilván, igen. Nincs itt egy telefonkártyád? Menj már, hívjál már föl. Hát ez nézzük, nincs, van aprót? Apró van. Nézzük már fel. Hívjál már föl, nézzük már. Mennyi, várj, adok aprót. Kártyát elfogad? Már ilyen bankkártyát. Hallottatól lefogy a rendszer. Na, tessék, 200 forintot találtam pont most. Van 200, adakozzatok. Várjál, hogy tudjál hosszabban beszélni. 20-asra azt már figyelj, és hallani fogjuk azt a hangot, amikor elnyeli a pénzt. Megőrülsz, emlékeztek, mikor benyelte mindig? És volt egy hang, ami jelezte, hogy dobnod kell. Az mi volt az a hang? Pittyeget, hogy lejárt a 20 forintos, vagy az 5 forintos. Igen, és akkor, ha dobtál, tudtál tovább beszélni, nem, ha nem, akkor megszakadt. Vágtak. Azt a mindenségét neki. Mennyit álltam én ilyen telefonfülkékbe? Úristen! Különböző és sajokat fejből, hívogatva. És fejből tudtál legalább 20 vagy 30 számot. Nagyon sok számot, ma igen. Ma mennyit tudsz? Hát, köszönjük szépen. Nem, tehát te számodat sem tudom, az egyik ötök számát sem tudom fejből. Beütöd a telefonkönyvből, és hívod. Gyerekeid számát tudod? Nem. Nem. A Vikiét tudod? A Vikiét tudom. Én is tudom a békáit, de a gyerekeimét én se. Nem tudom a gyerekeim. Anyád mobil számát tudod? Nem, de maradjon ez így. De hogy is... Jó, nem is így. Nem tudom fel. Egy-két barátomnak tudom, amikor ők megvették a telefonjukat, akkor annyira megszoktam, illetve valamelyiküknek ugyanaz. De már aki váltott sokat, azoknak se tudom. Csak azoknak, akiknek megmaradt még a 0629-es számuk. Az még megvan nekem fejből. Igen, aki 30 éves számot használhat. Én megtanítottam a gyerekeknek, hogy tudnak engem felhívni, ha nincs, lemerülnek. Tehát ők tudják a számomat, hogy odamész egy felnőtthöz, megmondod, ki vagy, ez apukám. Számot tessék fölhívni. Tehát meg kellett velük tanítatni. Mert ez csak leesett, hogy ők se tudják az én számomat. Hát persze, mondom, bármi történik, lemerültök, elkeveredtek, nem tudtok fölhívni. És akkor mind a kettő megtanulta. De én nem tudom a gyerekeim számát. Na, ez egészen megdöbbentő. Nem tudjuk, én se tudom.
Egyedül gondolom, a békát tudom fölhívni így fejből. A Magyar Telekomot törvény kötelezi rá, hogy telefonfülkéket üzemeltessen. Ezért vannak ezek még országszerte, 4400 darabot. Ezeknek nagyjából a fele kártyás, a fele pedig, pedig telefonkártyát már sehol nem lehet kapni. Segélyhívás viszont ezekről is tud indítani, akinél esetleg nincs mobil. Tehát akkor ez a segélyhívások miatt van. Meghagytuk a kártyás telefont, úgyhogy kártyát nem lehet kapni. Nem lehet, így van. A 112-t tudom hívni. Arra nagyon figyeljetek, hogy a sztrókotok van, vagy szívinfarktus, lehet, hogy egy fülke előtt esetek össze, hogy akinek éppen akkor nincs mobiltelefon, hogy az be tudjon menni telefonálni. Tehát akkor ez tulajdonképpen a segélyhívás fenntartása miatt van még fenntartva, hogy mennyi az esélyed? A 112-t már hívhatod mobilról is. Hát de nincs nálad mobil, és rosszul vagy, akkor mit csinálsz? Elvergődsz egy telefonfülkéig, húzod. Elkúszol, mint a Terminátor? Bekúszol egy telefon, ami van város vagy város részenként egy darab mondjuk? Uh-huh. Ha például az Erzsébet hídon rosszul vagy, azért az akkor ide föl kell húznod magad a hegy alján végig, mire megtalad a Juli két telefonfülkéjét. Hova húzza magát, uram? Megyek fel a telefonfülkéhez, hogy tudjak egyet telefon. Uram, nyugodjon meg, van nem telefon. Nem, abban nem bízom. Nekem csak a vonalas jó. Jé, nem áll. Hát ennek igazából itt semmi értelme. Semmi. Tehát ez egy ilyen nesze semmi fog meg, hogy fönntartunk ugyan 4000-et. Igen, Bözsi nénit itt találtátok meg, ez így van. Tehát Bözsi nénit ugye felhívtuk, és így találtuk meg, hogy kicsöngött egy telefon valahol, és azt egyszer csak felvette a Bözsi néni. De jó is volt. És ezek számkijelzősök vajon? Tehát, ha mindjárt hív a Júlia, és akkor megnézzük. Ha ugye mobilt hívsz, megtalálja itt a sarkon a telefonfülkét, jó irányba indul? Igen, jó, nem, mert csak Júlit is, mert nehogy aztán... Itt vagyok már az Erzsébet hídnál, de nincsen srácok, semmi. Ellopták a telefonfülkét. WC-nek használják többségében, azt írja valaki. Sajnos igen, jó, de ez mindenre elmondható, hogy itt mindent szemétledobónak, meg WC-nek használunk ebben az országban. Úgyhogy ez két... már ne is... És egy jó kérdés, a 200-as érmét azt egyébként ismeri a telefon, vagy még az 5 forintosokat és a 2 forintosokat várja? Mire van ráállítva? Akkor bajban van a Júli, mert két 200-ast adtunk neki. Kérjük, dobjon be még 5 forintot. Kérjük, dobjon be. Ugye régen ez 5 forintossal, 2 forintossal, ezekkel tantusz működött. Ja, hát a tantusz az már az, nekem az nem volt. Igen, igen, igen. Júli, nehogy elüsség ír. Júli egyáltalán ért a fülkéhez. Ja, Istenem, igen, mekkora bukó volt a matávkártya biznisz. Ment vele a kereskedelem, Sasu írta nekünk, igen. És a bedobálós te ütötted, mikor nem akart... Hogyne? És volt egy csomószor, amikor kiadott egy csomó aprót? Vagy hibás volt, hogy elkezded ütni, és ha hallottad a kassza hangot, mint a kaszinóban, hogy elkezdett pénzt kiadni. És a legnagyobb... ömlött belőle az apró. És a legnagyobb az átfúrt 20-as? Ja, amit kihúztál, beraktál egy zsinort, és kihúztad. Persze, Damilt kötöttek rá, egy-egy csak hallottam, ugye, és akkor ha azt időben állítottad meg, akkor ezzel végtelenítetted a telefon, mert ugye ő beakadt a 20 forintosot, vagy kibehúzgáltad, nem tudom, hogy kellett csinálni, igen, de bárki tudtál hívni bármilyen hosszú ideig. És a Fülke című film megvan? Amikor egy fülkében zajlik az egész, egy telefon fülkében játszódik az egész film? Nem. Ki volt a csávó? Ki játszotta? Az a fekete ajú színész. Megszólal egy telefonfülke. Ja, és ha leteszed, ha és fölveszi egy űrge, és az űrge elkezd vele beszélni, Colin Farrell játszott benne, elkezd vele beszélni, és kilőd valamilyen gonosz tévéproducert, vagy nem tudom mit játszik, és egy áldozata, vagy annak a hozzátartozója nyomorítja meg úgy az életét, hogy egy végig egy telefonfülkében történik a sztori. Nagyon jó, egyébként jó film. Csorolj, oda megy, fölveszi, és paf, és onnantól kezdve nem tud elmozdulni. De fölvennéd, ha például mennél az úton, és megcsörrent melletted egy telefon? Azonnal. Halló, itt vagyok. És a túlvilágról hívna valaki, és elmondaná, mennyi időm van, azért betajnék. Na, akkor igen. Igen. Látom, hova mész. Gyerekek, az van, lehet tippelni, aki jól tippel, elütötték. Visszajött, eltévedt. Elköltötte a 200 forintot borra, elvitték a telefonfülkét. C, nem tudom. D, beszartam. Ez a valószínű. Igen, na mi van? Pont olyan volt... Ugye? Mi a kondi? Kell azért a kardió. Na szóval pont olyan volt, mint az aluljárokban, hogy dobálod bele a pénzt, és mindig kiesik alul. És ne aztán egyszer beveszi, és megnyomod a nullás gombot, hogy írjad, hogy 06, 20 vagy 30, és? De a nullás gomb nem ködik, lenyomod, kiesik, bedobod újra, kiesik, úgyhogy pedig még az oldalán is tudod, így sikáltam, ahogy szokták. Azt szokták, hogy megkarcolgatják egy kicsit az oldalát. De ismerte a 200 forintos? Mit dobhatsz bele? Fel is, 50 forinttól indul. A licit? Igen, 50-et kellett beledobni először, de nálam csak 200-asok voltak, az összes 200-as kipróbáltam, de mindegyiket kidobált. Ezért mondom, egyszer bevette, de a nullást meg nem vette be, úgyhogy nem tudsz rajta telefonálni. Még jöttek tippek, D, öngyújtót vett, E, csövesen verekszik, G, odadta egy hajléktalannak az aprót. F2-en is elütötték, mert mire felrepült, megérkezett egy másik autó. W kirabolták. Igen, hová tűnt, Julie? Jó,
hát ez akkor ez tehát egy nem működő telefonfülkét üzemeltet a T-Mobile egyébként. Tök jó. Ha valakinek van még telefonkártya, adja oda. 112-re jó, kész. Ja, hogy ez itt ki is van mondva? Nem. Szerintem igen. Hát pénzt tudsz beledobni. Hát nem tudsz, hát nem. Mondom, egyszer bevette, tehát hogyha nagyon türelmes lettem volna, és lett volna mondjuk nálam még egy 100-as, akkor azzal is kipróbálhattam volna, szerintem fel tudtalak volna hívni. Na de várjál. Sziasztok, mi van, ha fordítva csináljuk? Megnézem a fülke számát, lemész és fölhívlak. Van a fülkének telefonszáma? A Szent Katalinon lévő fülke száma megvan nekem, megcsörgessük? Hát, ha most más veszi föl? K, visszamegy. J, nem találja a telefonszámot. J, nincs is ott a fülke. Már leszették a telefonszámot, mert lekapolták. H, várja már ott valaki. E, beül egy taxiba. Jó, tippeljetek, akkor most mi történik? Akkor visszamész, leolvasod a számot? Jó? D jól látja a 9-es és a 6-os, C nem jó a szeme. Itt van, megvan, nem is kell menni se sehova. Megvan a telefonfülke száma? Mm-hmm. Hívjuk föl. Hát, ha most ott benne valaki. Két darab telefonfülke, jó. Itt van. Ennyi. De mondd a számot, fölhívjuk. Akkor várjál, menjen le a Juli, várjál, meg, és akkor hírek után fölhívom. Jó. Hát, ha tudunk csevegni. Megvan a szám? Meg. Na mondd be. Várjál. Elvitték, de elvitték az ugok. Jönnek a tippek közben, jó? Megvan, megvan. Dupla V elfelejti, hova indul. 061 212 3556. Y petárdát rak bele, nagyon jó. Z keresi a telefonkönyvbe. Most csörögjünk rá. D nem csörgünk rá, K már rácsörögtünk. F sose ér le. Eltűnik a liftben, beszorul a liftben. L sztrókot kap a liftben. Elmények. Nagyon jó, Z, adj jödémája lesz lefelé, Z, elment spinningre. X Balázs megy, Z be fogja fogni a kajlót. J kip kriptot vesz az apróból. Nagyon jó, nagyon jók vagytok, nagyon jókat. És megjött a mindenvívő, X egy kamion alatt fekszik. Igen, és csapat, illetve most már nem. Igen, Y Martin Gerixet hallgat jelen pillanatban. Úristen, W egy életre eltűnik. Nagyon jó. A végén egy védett házat fog. Nem lehet, hogy 4-es metróval ment? Tényleg annyira meglepte ez a történet, hogy 4-es metró. Ki lehet látni belőle. Na meg 212 35 56, ne hívjátok. De most bemondtuk a számot, hogy mindenki. Hát nem mondtam, hogy mondjam el. De bemondtad. Hát te mondtad. Hát nem úgy, hanem, hogy mondd az adásba. Ugye nem adásba. Jézusom, ti hol éltek? Bemondtad adásba a telefonszám. Azt mondom, hogy mondd be adásba, csak hogy mondd a számot Annának. Hát kikapcsolom a mikrofon. Már megvagyok, kész. Nem hiszem el. Te mondtad, hogy mondd a számot. Ez egy kisegítő iskola, gyerekek, nem egy reggeli rádió műsor. Bemondod adásban a számot. Hát persze, hogy mindenki az a számot fogja hívogatni. Z elment BDSM partira, nagyon jó. X, valami történt a levegő, ő a szél elvitte. P, megakadt egy kapuajban. Szegény Júli, miket gondoltok róla? Mondjuk tényleg így van. Igen, várakozik egy kapuajban, ez is egy nagyon jó megoldás. Oké? Okay. X este femrész lénet belőle. Na, mi van? Hát itt van. Jézusom. Hát az a gyerekek, mi nem mi vagyunk a CIA, azért az kell, hogy mondjam. Szóval, hogy azért nem mi vagyunk a profi műveleti egység. Azaz. Na, meg vagyunk. Van az 56-ossága, a 63-as. Ő szembe jött Magyar Péter, és elment vele. A pártot alapít Magyar Péter. Ő Magyar Péter egy fákjával szembe jött, vigyázz és elvitte. Vigyázz vele, mert elvitte tudod, bántalmazó. Elvitte Julit. Elvitte Julit egy fákjával. Hopp, csörök! Csörök, csörök, csörök! Csörök. De kórház? Há, Békés Csaba. De kórház? Kék akár a fülkében. De zséfúrújázik valahol. De kórház? És keresett kék, és hóba. Igen, Y, figyeld, Y, fotocellás ajtó előtt áll, és nem érti. Anna, néz ki, nehogy elrabolják tényleg. Hívj föl mobilon, hogy vegye föl a... Hívjunk random fülkéket, nagyon jó, adjatok random telefonfülke számot. Itt van az összes telefonfülkének a száma előtt. Ez nagyon jó, random hívunk, hát ha valaki felveszi. Júli. Nagyon monotól lesz az adás, csak csörgés fogtok alani, de lehet, hogy egyszer valaki felveszi. Zsé nem tudja kibontani a tüskét. Pésített a talicskát. T elbújt a vécén. Le sem ment. Hát én ezeket nagyon szeretem, ezeket a tippeket. De tényleg, nem lehet, hogy annyira megijedt meg jót, hogy feleste összecsuklott a fülkébe, és ott fekszik csak most? Nem. És valaki már éppen... Most hívom Juliskát. Valaki már éppen csúnya dolgokra kényszeríti. Most felhívod a Julit? Igen. Kérdezz meg azt, hogy meg vagy, Juli? Jó, várjál.
De Juli... A saját telefonját vitte magával? Igen, Juli, mit jól vagy? Hívtuk a fülkét. Emberekkel beszélgetek. Emberekkel beszélgetek. Hívjuk a fülkét. Hát mert... Folyamatosan hívnak. Ja, mert Beszéltem már hajnalkával. Igen, beszéltél hajnalkával? Hajnalkával, aki azt hitte, hogy ez egy telefonos játék, és várta a nyereményt. Nem hiszem el, hogy ő... Úristen, mindenki kisegítős. Betelefonált egy hallgató, hogy felhívt Jézus Isten. Várjál, hívunk most. Most mi vagyunk? Anna. Igen? Halló, most mind a kettőben vagy. Beszélj egyszerre mind a kettőben. Egyszerre, hogy vagy, Juli? Kérem, várjon. Én hívok. Nagyon jó, beszélj még egyszerre. Mit tapasztalsz? Hogy vagy? Nem, nagyon jó. Nagyon jó, szuper vagyok. Zsiril! Holdra léptünk, Juli! Ott vagyunk a Holdon! Nagyon jó. Melyiken folytassuk? Melyiken a tisztát? Igen, a hagyományoson, tehát hogy a kézin. A kézin. Okay. A vonalason. Beszéltem Krisztivel is. Igen? Aki azzal vette fel, hogy te vagy az anya! Te vagy az! Nem hiszem el. De folyamatosan csörgött egyébként, és állandóan felkapdostam. Csak azt hittem, hogy ti vagytok, mert nem szóltak bele, csak így pittyegek, amikor azt mondod, hogy pi-pi. Nagyon jó, nagyon retro érzés. Balázs, te neked is ki kell próbálnod, gyere le. Rád fognak tudálni az emberek. Nagyon jó. Figyelj, tényleg betalálfed egy nő, aki azt hitt, hogy telefonos játék, és nyerte valamit. Nincs ilyen. Felhívta a telefonszámot, felhívta, és nagyon örült neki, hogy felvettem a telefon. És utána üdvözölte az egész tábot. Jó, figyelj, maradj ott a hírek alatt gyontas. Jó? Tehát az van, hogy mi most bemondtuk a telefonszámot, letesszük, még beszélj egy-két hallgatóval, kíváncsiak, hogy ki fog fölhívni. Hát de belém fagy a... Zsül leviszi a kabátodat. Kérdezik, hogy ne öltöz föl. Mi a szám? Mi a szám? Mondd a számot. 0630. Nem? Sima? 061. 061. Igen, jó, bocsánat. 061. 212-35-56. 212-35-56. Jó, leteszünk, még néhány hallgatót. Nagyon beteg hívásokat várom. Jó? Jó, nagyon betegek hívjátok a Julit ezen a számon. És ugye elmondod, hogy mi volt. Puszi. Jó, ciao. Szia. Hello, Julcsi. Hát ez nincs jobb gyerekek életközepi válságban szenvedő nővel műsort vezetni. Komolyan mondom, mindenre rávehető. Hogy azonnal futott. Azonnal rohadt. Kiírtunk egy csomó telefonszámot még, ha akarsz a város különböző területein, hogy fölveszi-e valaki a csörgő telefon. Jó, akkor hírek után néhány nyilvános fülkére rácsörgünk. Jó? Úgy, de jó. És megijesztünk embereket, hogy a túlvilágról beszélünk. Nem teheti le a telefon. A telefon betyárkodjuk. Ha leteszed, meghal valaki a közeledben, ott a Deák téren látunk. Nem mozdulj. Hogy hívnak? Ilonka vagyok, és Miskolcon vagyok, nem a Deák téren, de most nagyon befostam. Most ment el az uram, nem akarok utána menni. Végre szabad vagyok. Olyan szép éveim lennének. Mindenkivel paráználkodok itt a faluba. Nem akarok meghalni, végre rájöttem. Szeretem a... Jézus, ez egyen le? Na jövünk mindjárt, 8:01, itt vagyunk mindjárt. De izgalmas ez a téma! Balázsék a Rádió Egyen! 3:48, ez pontosan 4 perc múlva, jó reggelt kívánom mindenkinek. Nem gondoltuk volna, egy utcai fülke gyerekek ekkora hatást gyakorol ránk. Kiderült, hogy itt a ház előtt van még utcai telefonfülke. Juli reggel felvetett, hogy mi a fenének vannak még fülkék. Aztán elolvastuk, ugye, hogy hatóságilag ez még kötelező fenntartani a Telekomnak, ugye már nem is T-Home, vagy T-Mobile Telekomnak, és felhívtuk Julit a fülkében, majd bemondtuk a fülke számát, és Juli lemaradt még terápiás jelleggel beszélni azokkal, akik becsörögnek a fülkébe. 10 óráig lesz lennem, hogy lemaradt, nem tud följönni. A fülke elérhetetlen. Tehát elfüstölt a fülke, írja egy hallgató, nem lehet fölhívni. Juli folyamatosan kapja hívásokat, és Juli lent áll, egy kis fekete kosztümben szegény, mert mondtuk, hogy legalább a hírek alatt maradjon lent, de most már majd szólunk neki, hogy jöjjön vissza. Valaki pedig oda betelefonált, ez egy rádiós nyereményjáték, és hogy nyerte valamit. Biztos olyan szürreális hívásai vannak most a Julinak lent. Ha valaki itt van a hegy alján, kopogjon be a Julinak, hogy följöhet. Jöjjön föl, mert megfagy. Igen, tehát nem kell neki 9-ig lent lenni. Viszont kiderült, hogy vannak nyilvános telefonfülke számaink. Az összes számunk megvan. Az összes szám. Úgyhogy most annyit fogunk csinálni, hogy bemondjuk a várost, tudjuk a várost, hogy hol hívjuk. Ja, csak a budapestiek vannak. Ja, csak a budapestiek vannak. Jó, aki fölveszi valahol, és bemondja, hogy Rádió egy Balázsék, annak intézünk. Mit tudom én, 2 darab jegyet a bulinkra. Jó? Hoppá! Na, tessék, kap 2 darab jegyet. Megmondjuk, hogy hol hívjuk, melyik fülkét? Megmondjuk, hogy melyiket hívjuk?
Először csak úgy hívjunk fel egy fülkét. Jó, oké. Be kell mondani, hogy Rádió 1 Balázsék, hívunk egy fülkét. Ezeket még felveszi valaki? Viszont ha nem tudja, mi vagyunk, akkor ijesszük meg. Nagyon forgalmas hely. Nem, ez... Hívott számon előfizet. Hívott számon előfizet. Ez az a telefonfülke, amit már leszereltek. Igen, tehát ez egy nagyon forgalmas tér. Júli közben megjött. Júli, na mi van? Ilyen komfortzónán kívüli élményeket akartál. Idegen emberekkel beszélni. Folyamatosan csörgött a telefon, vagy legalább 10 emberrel beszéltem. Jézusom. Teljesen normálisak voltak, az egyik megkérdezte, hogy milyen bugyi van rajtam a végén. Tényleg? Letettem, és volt egy olyan, aki csak azt hallottam, hogy... Tényleg? Ne csináld, liheget a telefonban. És mondtam, halló, itt vagy. De hívtak Münchenből, hívtak Győrből, Debrecenből. Müncheni volt, aki... emberre beszéltél? Igen. Kihívtak téged egy rántott húsevő versenyre, okay, üdvözlik a stábot, mindenki nagyon boldog volt, hogy elértek. Akkor most már, ha ezt itt nem veszik fel a stúdióból, lent is elértek. Néha lemegyünk a random csörög, akkor felvesszük mi is. Igen, kicsit beállunk. Na, de akkor élveszed, akkor jó volt. Igen, meg tökre meglepődtem, hogy folyamatosan csörgött a telefon. Ja, volt, aki mondta, hogy már lehalt, tehát hogy nem is tudják hívni. Igen. Annyi bemenő hívás lett hirtelen. És volt, aki mondta, hogy legalább 10-20-szor megpróbálta, és aztán végül elért, úgyhogy óriási volt. Igen. Istenem, micsoda élmények. Igazából csak ki akartatok offolni a műsorból, mondjátok. csak kiraktunk. Igen. És lementek kötögetni valahova. Igen, de azt mondja, mert még mindig folyamatosan foglalt. Tehát, hogy annyira hívják még a telefonszámot egyszerre. Hát most már csak kicsöng. 70-szer hittem, de nem sikerült elérni. Nem, Julit, annan, igen. És majd ő veszi fel őket. Igen, közben gyorsan van egy közlekedésünk, frontálisan ütközött két autó Budapesten, 13. kerületben, a Karl Lutz rakparton, a Margit híd közelében hatalmas a torlódás, úgyhogy ezt próbáljátok meg valahogy elkerülni. Hú, nagyon jó, ez a telefonbetyárkodás, ez egy jó dolog, de hogy ezek a fülkeszámok még élnek, meg hogy még tényleg hát vannak, teljesen meglepő. 5-ből 5 már nem él. Mi az, amikor nem tud elérni? Van, aki csak liheget? Volt, aki liheget. És nem szólalt meg? Nem szólalt meg, csak liheget, mint Darth Vader. Vajon mit csinált? Hívunk. Na hát, Istenem. De hogy mennyire készületett? Felveszi. Igen. Most felvette. Letette. Felveszi. Tehát a lihegés mindig csak akkor szólt, amikor éppen felvetted. Kicsöng, na tessék, kicsöng a telefon. Vidéki számot hívunk, az elsőt hívtad? Fejér megye. Fejér megyet hívjuk? Uh-huh. Székesfehérvár. Hogy vagy magyar újraértelmezés? Valahol most kicsöng egy utcai fülke. Bözsi nénit így találtuk. Sansztalan, hogy valaki gyalogosként ezt felvegye szerintem. Ez nincs. Te is azt mondtad, hogy megállnál. Én is fölvenném. Tehát, hogyha pont ott mész el mellett, és hallod, hogy csörög, akkor felvenném. Egyébként akkor felvenném, hogy ki az. Melyik település ez? Ez meg Fehérvár, elmondhatjuk. Székesfehérvár. Székesfehérvár. Akkor ott még van élő telefonfülke. És ha felveszi az, hogy bunkó, remélem nyertem. Akkor nyer. Akkor valamit, egy ajándékcsomagot. Jó, hívd a másikat. Nem. Nem szám, fogja. Figyelj, azt viszont tudod, hogy hol fog csöngeni? Na mondjuk el, hol csörög? Kőszegen. Ó! Hát ha van ott, arra felejt. Gáda János arra forgat. Ismerős. Igen. Imádnám, tessék Vadó János. Igen. Halló? Halló? Miért hívogat? Miért telefonálgat? Miért szórakoznak maguk? Tudja, hogy ez minek van itt ez a fülkesegi hívásra. Aki felveszi, kap 2 darab jegyet. Látjátok, senki nem vesz már föl. Mert nem is hallod egyébként. Nem, hát nagyon utcán sétálsz, igen, akkor valószínűleg nem is hallod igen. Már. Igen. Viszont ha felveszi, nagyon ijesszük meg. Halál vagyok. Ha leteszed véget. 3 napon belül. Meghalsz. Hát ezt nem fogják felvenni. Nem. Gyere, nem. Bözsi néni nyilvános fülkéjét, Szent Katalin, megvan a száma. Próbáld meg. Egy kormányzatnál van. Próbáld meg. Ti annó ilyen klasszik telefonbetyárkodást csináltad? Én nagyon sokat csináltam. Tényleg? Persze. Kis lakás cseréje nagyobbra is hasonló. Telefonfülkével, telefonkönyvből. Hány évesen? Hát ilyen kijöttünk az általános iskolából. Az általános iskolát a Tímár utcában volt egy telefonfülke, bementél, összegyűjtetted a 2 meg 5 forintosokat, aki tudták, körbe hívtál. Taxit rendeltünk, és akkor néztük, hogy bolyong a taxi, ott kereste ott a címet, lakásokat hívogattunk. Tehát, hogy szerintem ezzel minden kamasz szórakozik, nem? Csak, vagy minden fiú, vagy lány, csak most már a saját telefonodon mondjuk úgy, hogy nem jelzik ki a hívószámot. Egyik ismerősömnek egyszer volt egy téves hívása, és felhívta a hapsi azzal, hogy jó napot kívánok, a hűtő felől szeretnék kérdezni. Jó napot kívánok, megvan még a hűtő. De az szórakozott, aki a hűtő felől érdeklődött? Nem, aki felvette a telefont, ja. És eladta neki a hűtőt, megrendelték a szállítást, mindent megbeszélt. Lehetsz genyó dolog. Hogy mennyire aljas. Lehetsz genyó dolog egyébként, igen.
Nem, gyerekek, nem tudunk többet hívni. Nem, az a baj, hogy a nyilvános fülkéket senki nem veszi már fel. Ezek ott csörögnek, magányosan áldogálnak. Ilyen régi kor ilyen jelképei vagy mementói ezek a fülkék, nem? Hogy ott úgy állnak, de már olyan, mint egy ilyen kidobott karácsonyfa januárban. Olyan. Volt egyébként. És egyébként a 10-ből 9 hívás az teljesen helyes volt és normális, és tök boldogok voltak, hogy elértek. Úgyhogy kicsit úgy éreztem magam, mint egy ilyen telefonos kislány. Halló, Juli vagyok. Halló, halló, ki beszél? Ki van ott? Igen, ezt még nem gondoltad volna reggel, nem. 7 órakor. Na jól van, gyerekek, 8 óra után akkor gyónunk. Szedjétek össze magatokat, hajrá! Szedjétek össze magatokat, és gyónjátok meg nekünk azt, ami egy kisebb történés az életetekben. Nagyobb vagy cipelitek, vagy szeretnétek velünk egész egyszerűen megosztani. Pici apró bűnök is lehetnek, nem kell azért itt... Nagyon mélyre menni. Mert magunkra ismerünk. Igen, de ha van nagy, akkor nyugodtan. Tehát, hogy mi mindennek örülünk, jó? Nyugodtan gyónjátok meg, amit szeretnétek. Ez egy ilyen feloldozás jelleggel kicsit átterápiázunk benneteket, és megnézzük, hogy a van a... A hét ventilálása. A hét ventilálása, igen, vagy a hónap végi ventilálás. Jó, hogy neked megnézzük, hogy hogy vagytok. Nyugi. Neked egyébként ezt megbeszéltük, könnyen. Hogy az kijelezted, kicsit... jó lesz. Kicsit egyszerűbb úgy ebben a formában. Igen. Feri listáját visszaadom, amire fölírta nekem a telefonszámokat. Kávé, kakaó, az anyám listája, jó? A mama drága listá. Mama. De már megvettem neki. Sütőpapír. De cuki. Mama listát ír, hogy mit vegyél. De cuki, megírja neked, hogy mi igen, kell. Igen, van, amikor úgy van, hogy akkor kirándulunk, azt mondja, hogy most elviszel a boltba, mondtam, igen, mama, és akkor körbe kell, a bolt tőlünk olyan, nem tudom, 800 méter, 1 kilométerre van, a mamával úgy kell menni, hogy körbe viszed a tó körül. Nagyon igaza van a mamának. De, mert ő szeret kirándulni, beül a kocsiba mellém, hozza a kis vizecskéjét, és akkor körbe megyünk, az egy olyan 28-30 kilométer, elmegyünk a boltba, és onnan hazamegyünk. És nálunk is ez a hétvégi program, a bevásárlás. Nem vagyunk 85 évesek. Igen, és nem mentek tó körül. Igen, és hogyha ő nem jön, akkor pedig listát ír, és ide adja kávé, cigi, kenyér. Jelenleg. Én ugyanígy megyek a piacra. Ez a tudatos vásárlás alappillére. Így van. Összeírom, lehet, hogy ciki, de elfelejtem, hogyha nem írom össze, tudja, hogy valami fontos alkotó rész ott marad. Azt igen. Mondják, hogy a tudatos vásárlásnak igen. A legfontosabb ismérve az, hogy van listád, van listád. És nem éhesen mész. És éhesen nem szabad. Mindig éhesen vásárolok, impulzív módon, és mindig megveszek egy csomó mindent, amit azt semmi szükség. Ami ezt a berohad a hűtőben. És amikor felpakolok a kosárból, akkor látom, hogy aha, jó, hát ez szép volt. Ez nagyon szép volt. Bejöttél impulzív vásárláson, megvettél mindent, amit ebben a pillanatban most nagyon meg tudnál lenni, akkor menjünk el még egy körre, és akkor vegyünk értelmes dolgokat. Egy kis humuszt. Tényleg nem szabad éhesen vásárolni. Tehát az nem egy jó. Igen, meglátod, és azonnal megkívod, megveszed, soha hozzá nem fogsz nyúlni. Igen. A másik ilyen még, ugye azt is szokták mondani, hogy nagyon rendes spájz kell, hogy legyen egy háztartásba, tehát bekészítve mindenféle dolgok, hogy bármikor tudj mihez nyúlni. Tehát legyenek azért egy kis konzervalapanyag, a hűtőben, a fagyasztóban, ez meg az. Jézusom, így kéne élni? Igen. Van. Tényleg? Van. Ebben van rendszer? Van. Igen, van. Abszolút. Ebben a háztartáson nevezett dologban ilyen rendszerek vannak? Igen. De durva, ti így hogy legyen egy száraz tészta, lisztel, tészta. Igen, van. De ez nem baj, aki szárat, vagy az nem, az jó? Hát az úgy tartósítják, hogy száraz. Ja, hogy úgy. Mert olyan szárazad van. Tudom, de ez ilyen komplex dolog ez a háztartás, tényleg? És így bemegyek, és nagyjából ez a vásárlás. Beleborulsz a hűtőbe. De érdekes, ez tökéletes, ebben van rendszer, amit mondtok. Igen, lehet, mert tudsz vele számolni. Tudom, milyen kajákat szoktam főzni, és akkor ahhoz az alapanyagok azok ott vannak, hogy Feri mondja. Tehát mit tudom, én tudom azt, hogy legyen otthon mindig spagetti, legyen otthon makaroni, legyen otthon egy penne, és így tovább, és be van paradicsom szósz, legyenek fűszerek, ez így működik, Balázs. Be is rohadnak nálatok a dolgok a hűtőbe, legalább? Nem, azért azelőtt megakadályozzuk. Nem, rohadnék, de... üres. Nem, tehát csak így kinyitás, legyenek környező éttermek, legyen telefonszám, tudjak rendelni, tehát ez teljesen, de nem? A spájzumban van vagy 6 doboz ketchup, mert mindig elfelejtem, hogy vettem az előző körben. Ez a baj. Így vagyok. Mustár ketchup mindig legyen, és mindig kiderül, hogy nagyon sok van otthon, de sose emlékszem, amikor elmegyek, ezért veszek egy újat. Igen. És a mustár ketchup az figyelj, ez mindig. Konkrétan belőlünk él a gyár szerintem. És mindig a legnagyobbat veszed meg, mert azt hiszed, hogy pont elfogyott. És rájössz, hogy a hűtőben még 2 teli doboz van. Illetve a covidos WC papírjainkat még mindig nem tudtuk felhasználni. Na jó, hát nem járt le. A ketchup az lejárt, tehát úgy van rakva például, ugye, egy-két dolog, nekem nincs ilyen nagyon fölhalmozás, mert mondom, picike nagyon a lakás, és pici egy szekrény a spejsz tulajdonképpen, hogy lejárt idő szerint. Nem, van kettő ketchup van akkor, mert mondjuk vettem, mert én is rá tudok erre szaladni. És akkor átrendezed. Hát, jaj, kettő ketchup, hát akkor az jön előre, amelyik hamarabb lejár. Igen.
Jézusom, így éltek. Igen, így. Hát én vezetek háztart, tehát én főzök. Tehát aki főz, annak azért ez fontos dolog, jó, hogy ne hát romoljon az meg. Egy másik a Palin akkor egy csomó telefonszám a telefonjában, ő tudja, kit kell hívni. Jó, mondjuk én is tudom. Hát azért van, amikor bűnözök. Lejárati sorrendben előre veszitek a ketchupöt. Jó, de nálatok mi van? Evian víz, vagy mi? Tessék. A francia pesgők. Nem, nincs. Mi az, amiből mindig van otthon? Igen. Olyan nincs ilyen állandó dolgaim. Mi lenne? Random találok. És úgy csinálod, mint itt, hogy kinyitod be. Nem, a Viki nagyon szép rendet tart. Én vagyok az impulzíven, aki az ő rendjét rendetlenségé változtatom, mert berakok mindent a hűtőbe, megveszek mindent, bemegyek, és akkor veszek, nem tudom. Aszalt mangót, mert nagyon szeretem, és akkor rádobálom a csomagokra. De nincs lejárati sorrend. Hát ha mind nyitva van, és belenézek, és ehető megeszem, hanem akkor már nem. Lejárati sorrendben szedjem én az egy kis szilva dolgokat. Csak a nagy dolgokat szoktam, tehát nem egy ilyen beteg módon rendezem a kis pejszekrényemet, hanem csak a nagy dolgokat, ami mit tudom, egy lekvár például, vagy ilyenek, amit megveszel, vagy dzsem, vagy ilyesmi, mert annak van egy lejárt ideje, hát akkor azt használjuk el. És otthon is úgy eszel, ahogy itt? Nem tehát, mert. Tehát, hogy lecsavarod, belenyalsz, visszadobod. Hát én meg tudok enni úgy egy falat májkrémet, hogy benyúlok a ütőbe, kiveszem a májkrémet, nyomok rá egyet, és visszarakom. Persze. Persze. Ez nincs baj. És akkor jön a Viki, és hát fogja a fejét nyilván, csak mert az ő rendszeretete, meg tisztaságmániája, ő azért ezzel nagyon szembe megy, és szegény küzd, de hát most ezzel én itt tudok csinálni, én impulzív vagyok. Tehát, hogy én... Tudta ki, hegybe szakérjeznek hozzá, ő választotta. Egyébként arra érdekes, mert én is impulzív vagyok, tehát van, hogy bemegyek mondjuk valamelyik multihoz, és meglátok olyat, ami nincs a listán, megveszem, csak van egy tudatosság benne, hogy mi az, amit viszont meg kell vennem, mert elengedhetetlen. De mondjuk nekem az lehet azért is, mert amikor bemegyek, nem tudom, hogy mit akarok venni. Tehát, hogy nem, nincs ilyen, hogy mit hát kell venni, főzöl. Mert nincs listám. Hát meg nem hogy... főzöl, ha főzni lenne. Tessék? Hát mondjuk karácsony fel, hogy a Viki sose küld el. Hát szinte minden nap elküld, csak nem a közérbe. Vagy ha közérbe küld, ha öt dolgot rám bíz, és háromat hazahozok, szerintem őrül, hogy na ez most egy egészen jó. Ez egy tök jó kör volt, mert most tudtam olyat hozni, ami rajta volt a listán. De el tudok menni úgy, nem tudom, egy nagy dobozos tejfölér, hogy hozok két túrót, meg egy élesztőt simán. Tehát, hogy nekem ez így abszolút benne van. Ez így tök szórakoztató azért... hallgatni, de rohadt nehéz lehet veled együtt. Ez biztos nem egyszerű, igen. Na jól van, gyerekek, gyógyjatok akkor, jó, írjatok nekünk, hogy mi a helyzet, kisebb, nagyobb, apró bűnökre, a hónapban felgyülemlett feszültségre és meggyúrni való dolgokra vagyunk kíváncsiak, úgyhogy írjatok, jövünk mindjárt a hírek után. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 7 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága hallgató, hello, bello. Ha volt itt már minden lepett, közöl, Júli, közben? Meleged lett? Kimelegedtél? De akkora svunggal nyitottam magamra a csapot a fürdőszobában, hogy muszáj volt pólót cseréljek, miközben derékig vizesben ülnék. És van nálad csere póló? Nálam van az edzésholmim. Igen, de is ez tiszta? De ez most... Igen, mert... Igen, valami van. Na, itt vagyunk, gyorsan egy-két közlekedés, ami így frissen érkezett hozzánk. Frontálisan ütközött két autó a 13. kerületben, a rakparton a Margitik közelében, hatalmas a torlódás. Igen, akkor ez mi? Ez Pest, igen. Falnak ütközött egy autó Kisbéren, a Városháza a téren, hatóságok a helyszínen. Köszönjük szépen. Ez sűrű így egy kicsit ma reggelre. Pedig mi van? Startnap vagy lezárásnap? Lezárásnap. Igen, ez majd lezárás. Voltatok első áldozók? Gyógytatok valaha? Valaha papnál? Persze. Nem, én papnál nem, soha. De talán jobb is. Igen, a pap szempontjából minden esetre. Azt, mire földolgozta volna. Jobb, hogy nem kerültek gyerekként papok a közelembe, szerintem. Én azért annak tudok örülni. Nem mindegyik olyan ja, volt. Persze, a mi atyánk, Tóni atya nagyon rendes volt. Tóni atya, már így hívják, hogy Tóni atya. Atyának is hívják, Tóni atya. Ja, ő nem az, ő egy rendes. Már hogy nem Tóni, úgy, Tóni hanem atya. Másik. És? Gyóntál? Ó, persze, hát mi rendesen jártunk, a parókján volt egy pingpongasztal, körversenyeket nyomtunk, aztán jött a biblia oktatás, és akkor, amikor első áldozó volt, akkor persze, muszáj volt meggyonni a bűneinket. Engem egyszer annyira megalázott egy pap a gyógyszerűségében. Csak nem, na, annyira? Van egy-két ügy már. Ne, hát 14 évesen miket gyónsz meg? Hát csúnyán beszéltem, nem járok rendszeresen templomba, metamfetaminnal kereskedek. Tehát én apróságokat. De nem, úgy lekapott a 10 körmömről, és annyira megalázva jöttem ki, hogy nekem azóta az... Nem, valami egészen pitiáner dolgot, tehát tényleg valami ilyesmit, hogy sokszor beszélek csúnyán, és úgy elkapott, hogy porig égtem.
annyira megalázó volt az egész, hogy rettenetes. Én ezért mondom, én tök szerencsés vagyok, hogy nem voltam. Tehát nekem ez egyáltalán nem hiányzik. Az egész papi intézménység, meg minden, ami ezzel jár. Tehát miért kell gyereket ezért megalázni? Hát... És csúnyákat mondott, vagy ahogy mondta, inkább ahogy az volt mondta, a baj. Igen, úgy lekap, olyan, igen, tehát hogy úgy földbe rögzölt. És érzékeny lelked, mi? Nagyon kellemetlen. Nem is mentél volt. Többet? Nem. És mi volt? Nem voltam. 10 miatyánk a végén? Aha, jó, 10 miatyánk, 10 ügyvezlégy elmondtam, aztán azóta nem gyontam. Na de majd jó, most. Én se járok. De... Nem, szerintem tök jó, hogy nem voltam ezeket így halva. Igazából valahogy nem is hiányzik ez nekem, vagy hiányzott akkor. Na, megnézzük akkor, hogy milyen gyónásaink jönnek. Van mit. Van mit, durvák? Ti már láttátok, durvák érkeztek? Nagyon jók. Vannak nagyon jók. Vannak komolyak is, szokás szerint, amikor valamiféle problémát bíznak ránk, hogy oldjuk meg, egy kicsit azt érzem benne mindig, és vannak ugye a nagyon komolyak. Aha. Ahhoz összefikáztam a kollégám poharát. Nem szép dolog. Megvettem a gyerekeknek a húsvéti csokit, de megettem a könyvet, amit még szintén húsvétre vettem, előre odaadtam. Kinek? A gyerekek. A gyerekek. Akinek a nyúl hozta volna ezt az ajándékot. Gyerekek. Ez az kisebb baj, a csoki a nagyobb, hogy megzabáltad. De hát erre fel van készülve a kereskedelem, igen. A tököm tele van azzal, hogy 3 hónapja nincs semmi itthon, pont. Már a félrelépés gondolata jár a fejemben, pedig segítek mindenben, gyerek, házat újítok, udvart rendezek, napi 8 órát gürizek, már a kiégés jeleit fedezem fel magamon. Nem azon múlik, hogy mennyit segítesz otthon, szerintem. Tehát akkor tele van az, hogy 3 hónapja nincs, mint ez nincs szex. Hát nincs szex, igen. Az nincs szex, és azt gondolja, hogy ő ugye rendes férj, mert segít a gyereknevelésben, udvart rendez, házat újít föl, hogy nem ezen múlik. Férfi? A szex, igen. Férfi gyanítasz? Persze. Ja, házat újítok, udvart rendezek. Igen. Egyik másik nő nem is tudja, hogy milyen rohadt szerencsés. Már a kiégés jeleit fedezem fel magamon. Igen. Azt mondja, hogy ez nem egészen gyónás, hanem egy titok. A feleségemmel BDSM játékokat játszunk, és ő az én dominám. Ezt senki nem tudja, csak mi. Hát ez felér egy gyónással. De ez baj, ha a feleségedet csinálsz. Szerintem nem, ő semmi. Csak ezt így megakarta mondani. Ja, azért mondom, hogy ez tök jó. Igen, már aki tudja, mi ez a BDSM játék. Ugye hát ez valaki egy társas játékra gondol. Hát igen. Rákeres, hogy milyen társas játék ez. Egy társas játék. Piros pacsi. Igen. Csak jó valakinek leírni, több mint 1 hónapja gondolok a volt barátnőmre. Sajnos átolyan futottunk az én hibámból, minden este úgy fekszem le, hogy rá gondolok. Sajnos ezt neki már nem merem elmondani, félek, hogy csak sebeket tépek fel, és az én kis lelkemben is nagyobb kárt teszek. Köszi, hogy leírhattam. Oké, haver, ma adás után hív föl, mondani. És aztán írjál, hogy mi lett belőle. Úgy fogsz meghalni majd valamikor, hogy ez egész életedben ott fog lebegni a fejed fölött, hogy basszus, nem mondtam el neki, és amikor lehunyod a két szemed, akkor még mindig lehet, hogy ez lesz az utolsó gondolatod. Mi történhet? Legfeljebb elküld. Nem azért nem hívja, szerintem, mert nem meri. Ez az SMS arról szól, hogy azért nem hívja, mert tudja, hogy mit hallana. Ez nem ugyanaz. Érted? Aha. Azt mondja, hogy figyeld a mondatot. Több mint 1 hónapja gondolok a volt barátnőmre, sajnos zátonyra futottunk az én hibámból. Minden este úgy fekszem, hogy rá gondolok. Sajnos ezt neki már nem merem elmondani. Hát nem meri, és az ő hibája, érted? De mert szerintem fél, tehát hogy ezt elrontotta, megcsalta, félrelépett, valami volt. Valószínűleg tudja a választ. Hogy mit hallana, de legalább, hogy nem tud visszamenni. De szerintem mondd el. Tehát az tök jó, hogy a világ legnagyobb barma voltam, megcsaltalak, még mindig szeretlek. Aha. Rajtad, igen, lehet, és max annyit mond a csaj, hogy meg se hallgatja, és leteszi a telefont, hogy elküldi a fenébe, de legalább elmondtad. Nem? Hát úgy azt mondják, hogy egy csomóan, ugye, akikkel így interjút készítenek a halálos ágyukon, hogy mi az, amit megbántak, hogy általában az bánják meg az emberek, amit nem tesznek meg, nem azt, amit megtettek. Így van. Igen. És ha ezt nem teszed meg, akkor ezt meg fogod bánni a végén. Úgyhogy hív fel, és utána írjál, hogy mi meg volt. Gondold végig, mi lehet a következmény, ennyi. Elküld. Hogy elküld a francba, kész, puf. Akkor legalább tudod, hogy nincs mind gondolkodnod. Az is jó, ugye? Tehát, hogy nem fogsz se feloldozást kapni, se összejönni a csajjal, akkor legalább tiszta, hogy vége. Abszolút, persze. Gyerünk! Bajnok, meg tud csinálni. Iszonyatosan bántam bűntudat, egy kicsit bántom a családom, miután este a gyerekek nem hallgatnak ám a lefekvéskor, sajnos előfordul, hogy megrángatom a kisfiam. Iszonyat rossz érzés, hogy elpattan a húr, pedig nem szabad, nem biztos, hogy jó apa vagyok. Feleségem mondja, hogy megnyomorítom a gyerekeket ezzel, iszonyat. Szerintem gyerekkori traumám lehet ez sajnos, nagyon gondolkodom pszichológus felkeresésén, az is közrejátszott, hogy non-stop 24 órában a gyerekekkel vagyunk. Semmi segítség, hogy kikapcsolódjunk a feleségével, 43 és apa. Fél éves, 4 éves és 8 éves gyerekek. Imádom őket, de valami gond van velem. Hát van. Ez kemény. Van. Ez kemény, ez az üzenet.
és akkor leteszed a gyerekeket, és jön a lelkiismeret furdalás. Az a vonal, amin elindultál, hogy neked van valami lelki problémád, meg földolgozatlan, azt szerintem tök jó. Igen. Tehát, hogy az útnak a legelején már ott állsz, hogy látod, hogy velem van valami baj, hogy nem tudom kezelni ezt a sztorit. Lehet, hogy el kéne menni valami szakihoz, aki hát ezt... Most mondja, igen, hogy keres egyet. És hogy keres egy szakihoz. Vannak azzal. Jó, igen. Engem is így neveltek, és nem lett belőle semmi gond. De ez nem ok, vagy ez nem föloldozás, érted, hogy azért, mert apám engem vert, nem engem, de egyébként, akkor én is verhetem a gyerekeimet, tehát ez egy nettó baromság. Hát nyilván nem feloldozás, de ezt egy csomóan csinálják, csak nem írják meg. Igen, a mintát hozod, de a mintát át lehet írni, át lehet programozni, nem késő még. Nyilván egy csomót elcsesztében, nem egy 8 éves a gyerek, tehát 8 év már elment így, de hát ha a következő 50 meg nem ilyen lesz. Igen. Gyorom, hogy a faterom nőjével álmodtam szexuálisat, és tudja, hogy benne lenne élőben is. Tuti, hogy benne. Igen. Külföldre költöztünk a párommal, holnap indulunk haza az ünnepekre, de semmi kedvem a jövendőbeli anyósomhoz, így titokban azon bízom, hogy törlik a járatunkat. A páromnak nem merem elmondani, mennyire utálom, hogy az anyja folyton beleszól az életünkbe. Nem véletlen, hogy elköltöztünk. Kérlek, oltozzatok fel, hogy ennyire utálom ezt a nőt. Ajaj, meggyónom, hogy a minap idegrohamat kaptam, amiért nem tudtam egyedül felnyitni a homokozót, és belerúgtam a kislányom gumilabdájába, ami egyenesen a másfél éves lányom arcába repült. A legrosszabb az volt, hogy nem tudtam abba igni a nevetés. A labda puha volt, a lányom szerencsére alig fogta fel. Ez a labdával arcba rúgás, gyerekek, Danubius Roadshow volt, ez még a régi idő, 2000-es évek eleje. És akkor a roadshowkon ilyen 10-15 ezer ember volt, mert akkor ilyen nem volt, senki nem csinált ilyet. A legnagyobb zenekarok voltak egész nap. És akkor a Danubius műsor vezetők, Abbaházi Csabi, a Vágópiros, én, mindenki, aki arra járt, Garami, a föllépők között ugye szórakoztattuk a közönséget, ajándékdobálás, meg akár micsoda, és emlékszem, egy ilyen labdát dobott ki a Csabi, Danubiusos gumilabdát, és kicsúszott a kezéből, ott maradt a színpadon, én meg így, paf, mondom, kirúgom a közönség közé. És fejbe rúgtál valakit? Az első sorban egy sajt, és az nem puha gumilabda volt. Megrodjan? Meg szerencsétlen. Egyény úr is. Hát figyelj, behoztuk a backstage-be, amit eszel iszol, amit kérsz. Aláírtatok egy lemondó nyilatkozatot. Gyorsan aláírtatok, elétoltatok egy papírt. Igen, persze ez a pillanatnyag jó ötletnek tűnt kirúgni a labdát. Eljárok hétvégén Egerbe, hogy ne kelljen hétvégén dolgozni. A pasival csak a programok jók, viszont van egy pasi, akivel egy hullámon vagyunk, de még mindig nős. Megkívánta a másfélét, komolyra fordult, írja valaki. Múltkor, amikor mentem a boltba, írtam a gyerekeknek meglepít. Úgy megerültek a fagyasztott gyümölcsnek, hogy a gumicukrokból bezaváltam ilyen. Oldozatok fel, 3 napja nem beszélünk a feleségemmel, mert összebalhéztunk, azóta kis szobában alszom a szivacson. Kibékülni nem akarok vele, mert kapja be nem volt igaza. De jó lenne már a saját agyam aludni, mert rohadtul fáj a hátam. Fájjon az övé is most egy kicsit. Ja, Istenem, kérlek, oldozatok fel, 20 éves házasságunk kihűlt. Már nem szeretem, de a 3 gyerkőc miatt nem merek elválni, hazamenni is utálok. Férfi vagy nő? Férfi. Férfi? Miért férfi? Hát 3 gyerkőc... Én azt gondolom, lehet, hogy egy nő előbb borítana, nem? Már hazamenni is utálok. 3 gyerkőc, 20 éves házasságunk kihűlt, nem szeretem, de 3 gyerkőc miatt nem merek elválni. Én szerintem férfi. Férfi? Férfit érzem? Én azt gondolom, hogy egy nő hamarabb kilép egy ilyen kapcsolatból. Ő viszi a gyerekeket, megmarad velük a jó kapcsolat, tehát ő még attól sem kell, hogy féljen, hogy esetleg hogy elperli tőle a férje a gyereket. Érted? Tehát, hogy valahogy olyan... Aha, tehát ez inkább egy férfi. Aha. A boltban az előttem álló ember lejtett egy 200-ast, amit nem vett észre, hogy szóltam volna neki, elraktam, amikor elment. Dani küldte nekünk. A férjem közvetlen kollégájával van viszonyom már egy éve. Nem tudom, hogy bájjak-e vagy sem. Kemény SMS-ek. Nagyon sok ilyen van. Nagyon sok, hát nagyon kemény SMS-ek vannak. Valami együttrezgés csak van. Oldozatok fel a falom, a 20-30 éves pasikat, már keverem a neveket. Bírom a MILF trendet, írja valaki. A 20-30 éves pasi lennék, azonnal feloldoznám. Már keverem a neveket, bírom a MILF trendet. Ő egy MILF, egy MILF írt nekünk. Jó, de jó. Köszönjük az őszinteséget. A következőt nem nagyon értem, de nagyon durva. Bevallom, hogy álmommal lefeküdtem Galla Miklósra. Azt a mindenségit neki! És jött még egy nagyon durva gyónás, ez megbocsáthatatlan. Tegnap néztem egy kicsit az M1-et. Sajnos jó, de várjál, nem foci meccs volt. Ja, nem, mert az nem négy. Nem. Ne haragudj, nem tudunk feloldozni. Ne haragudj, nem. Mindenkinek nem tudunk feloldozást adni. Nem tudunk. Mindenkit azért nem tudunk feloldozni. Ja, 11 év után a férjem lecserélt egy 23 évesen, most pedig 42 évesen egy 6 évvel fiatalabb férfi szeretője lettem, akinek van családja. Ez igen. Itt most mi a problémád?
Mert 14 után a férjem lecserélt egy 23-as, még 42 évesen egy 6 éve fiatal a férfi szerető lettem, akinek van családja. Milyen szépen felmenti magát. Egy 6 éve fiatal a férfi szeretője lettem. Igen, de azért csak azért, mert megcsalta a férjem. Családja. Igen. Szeretném meggyőzni, hogy azt kívánom, hogy a férjem volt szeretője, dögöljön meg! Istenem. Jónok, én is ma beleolvastam az Origóba. Igen. 23 éves vagyok, szeretem a milfeket. Számom 0-70. Ez egy felajánlkozás. Lassan annyit masszurbálok, hogy a kapcsolatom lesz, megcsalom a jobb kezem, írja valaki. Válás után a nők 90%-a gonosz, és a gyerekekkel tartja lelki terrorban az apukát. Hát én ezt nem értem. Aki egy hívjatok föl bárkit, aki elvált, és gyerek van a volt feleségénél. Hát ennek csak két vagy három, három ember látja kárát a gyerek, akit te arra használsz, hogy apa ellen hangolod meg rajta ez bosszút. Ennél aljasabb dolgot el nem tudok képzelni. Van az a típusú narcisztikusság, amikor fölülírja a narcisztikusság azt, hogy mit csinálsz a gyerekkel, vagy nem, mert nem érdekel. Tehát hogy saját céljaidban, saját céljaidra használod akár őket is. Én ezt értem. Van ez a fajta, nagyon durva narcisztikus működés. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy a gyerekeket használom arra, hogy mondjuk bosszút álljak, volt a férjemen. Lehet köztünk bármilyen harag. Én gyerekeket nem teszem tönkre. Igen, hát a gyerekek nyomorodnak nem bele. Nem feketítem nyilván. Be az apjukat, hát ne hülyeskedjél már. Hát ez persze, de hát ez intelligencia dolog ez. Kérdése, igen. Fingottam és ráfogtam a kutyára, anyám kizárt a házba. Kicsit sajnáltam a szegényt, igen. Olyan érdekes szituba vagyok, hogy eltűntek az érzéseim, ez azért érdekes, mert nincs félelem, aggódás, de izgalom, izgatottság, lelkesedés sincs egy általános dolgok, se extrém dolgok iránt, például nincs meccs előtti izgalom, nem volt bennem a gyerek születés előtt se izgatottság, nem féltem a picit, és ezekért van lelkiismert furdalásom. Nem tudom, mit tudnék tenni, hogy visszajöjjenek. De érdekes. Ez egy ilyen kiégés, nem? Igen, ez egy érzelmi fizikai, kiégés. Mentális kiégés, igen. Mikor leválsz a saját érzelmeidről. De ilyenkor mit kell csinálni? Egy kicsit monotonná válik. Hát ez megnézni az élethelyzetet, változtatni, kilépni, hát ezt újra kell írni az elejéről. Ez egy komoly munka. Képzeld el, amikor hónapok, ez egy nagyon komoly munka. De se? Mert semmi se, hogy lázba. Hát ez, amikor élő halott vagy. Az. Ez az. Csak élet az életedet is. Igen. Ez egy ilyen, élve eltemetés valójában. Ez egy durva állapot. Meggyónom, hogy 22 éves vagyok, szinte semmit nem értem el, elrontottam az életem, napról napra élek. Á, 22 éves 22 vagy, nem. Csak most kezdődik, ne viccelj, még most még egy csomó minden vár rá. Tök jó lesz. Igen, ez még azért egy kicsit szigorú vagy ez magadhoz. Nem lefutott meccs. Igen, de napról napra élsz, 22 évesek, ez még nem rontottad el, csak még most léptél ki a nagybetűs életbe. De azért ebben még van, szóval azért ezt ne írd így le magad. 22 évesen még nem. Azért ebben látod, Balázs, mennyi Kálmán nap van a mindennapokban? Ezért mondtam, gyerekek, moziba, ha mentek, Kálmán nap. Ennyit tudok hozzátenni. A 40-es, 50-esek érteni fogják, hogy ez a film miről szól. A fiatalok nem nagyon, az idősebbek talán, de ez a 40-es, 50-es korosztálynak szól, Kálmán nap. Jó? Végtelenül ezt... szexinek találom Magyar Pétert. Most jött. Vigyázz, nem én mondom. Ki tudja. Végtelenül szexinek találom Magyar Pétert. Tényleg ez jön? Azt a mindenségét neki. Ez egy nagy gyónás. Sokat látja mostanában. Na az első SMS-ek egyikére, ugye a fiú, aki nem mer visszamenni a párjához, elmondani, jött egy SMS, nem biztos, hogy ő az. Több mint egy hónapja vagyunk külön a párommal, kicsit reménykedem, hogy az előző SMS-t ő írta. Nagyon megbántott, nagyon nehezen álltam fel a földről, de ő életem szerelme, szívesen meghallgatnám, amit mondana. Na? Mi nagyon van? Kicsi ennek az esélye. De egy kicsit higgyünk már csodákban. Legyünk Cupido. Legyünk, egy kicsit higgyünk a csodában. Hát, ha ő az. És hozzuk össze két random embert. Nem én írtam. Itt vagy Jutka. Tamás, figyelj, te nem jut, hát keresed. Nem érdekes. Nem baj. Figyelj ide. Igen. Mutatunk neked egy belevaló csak. Mind a keterottyom vagytok, ugye jól értem? Igen. Na, figyeljetek ide. Jutkát is megcsaltad, te is megcsaltál valakit, gyerünk. Na, akkor kérjünk nevet valamelyikőjüktől. Jó? Tehát jó. Akkor megnézzük, hogy ezzel mit tudunk csinálni. Vagy a pasi írja le a csaj nevét, vagy a csaj írja le a pasi nevét. Ha találunk egyezést, akkor lehet, hogy fölhívjuk őket. És akkor összehozzuk őket még akár itt adásban. Ennek azért elég kicsi az esélye. Hogy nagyon. De megnézhetjük. Igen. 40 éves vagyok, és egy nagy szar, írja valaki. Na, ez már nagyobb baj, mint 22 éves. Mennyi önbántás, mennyi ilyen nagyon durva önsújtó SMS, nem? Hogy mennyien bántják saját magukat, igen. 37 vagyok, és azt érzem, évről évre egyre jobban utálom az embereket. Ez tök normális, szerintem. Igen. Hát...
Igen, de azért ebben van egy jó nagy ilyen önszabotás, vagy önbántás, nem? Oltozzatok fel, Léci, álmomban szimpatizáltam a fülökebbe, és beléptem, úgy keltem, boldog vagyok, hisz nekem is fog csúrani valami, ezt nem teljesen értem, hogy ez miről szól. Vagy hova léped be? Azt mondja, hogy mától 8-7-9 elég dolgozni, ráérősen minden szabályt betartok. 30-40-50-60 km/h csak szépen lassan, a bűnös élvezet, hogy előttem senki, mögöttem meg a kilométeres anyázó, dutáló kocsisor, mámorító. Ajánlom mindenkinek. Én te vagyok. Krisztó, de te nem mersz, ő meg nem akar. Igen, oldozatok fel, ma úgy jöttem el munkába, hogy kihasználtam a páromat. Úgy szexeltünk, hogy csak nekem volt. Csak nekem volt, jó. Ez repetáért kíván. Kiállt, bocsánat, tehát, hogy... Igen. Vissza kell adni így valahol. Van. Én nyertem meg a 6 milliárdot, senki nem tudja, a család sem. Lehet lelépek Amerikába egyedül. Persze, persze, és tényleg ő az. Egyébként mekkora lenne, ha azt mondja, hogy senkinek egy fillért se. És hogy? Itt hagyom a családot. Ha tényleg megnyered a 6 milliárdot, senkinek nem szólsz, és egyszer csak azt mondod, hogy szevasztok. Igen, és lelép. Oldozatok fel, tegnap az önkizegáló mosót megbúráltam, és 200 forinttal nagyon-nagyon tisztára mostam az autó. Igen. Épp trafizok, elnézést. Valaki csak ennyit küldött. Épp trafizok, elnézést. Meg van bocsátva. Csak mondnak, hogy hol. A munkádat végzed. Tehát ezzel nincs baj. Gyerekek, annyi jött, hogy nekem lefagyott a Viberem. Nem tudok ki. Meghalt. Nem tudok jelölni sem. Oldozatok fel, mert a retro rádiót hallgattam. Az nem akkora baj. A rádió egy után napi 25 perc komoly zenét hallgatok a Bartókon. Hát azt mondjuk nem csodálom. Bocsánat. Az egyébként nem baj. Nincs baj. Az nem, az egyáltalán nem baj. Azt mondja, hogy... A saját magukat folyamatosan bántuknak üzenem, hogy én 46 évesen tudtam változtatni az életemen, sohasem késő, nyomjátok. Mondod, az is ezért egy szép üzenet, hogy lehet változtatni. Minek hatására? Tessék? Minek hatására vajon? Elment valami terápiára, vagy elment valami? Hát vagy csak egyszer úgy kelt fel, hogy elég abból a retekből, amiben élek, és megrázom magam, és próbálok belőle kijönni. Igen, nagyon sok sors romboló, vagy nagyon sok lemondó, nagyon sok szomorú SMS van. Hát azért ez így nehéz. Zoli vagyok, 31 éves, egyre jobban utálom az életet, utálom az embereket, kilátástalan találom ezt a fosországot, írja valaki. Ha Istenem, 41 vagyok, hajadon, gyermektelen, kiégett. Hát vidám ez így. Hát ez ebben, így. Ebben a formában. Mi kértük. Igen, mi kértük, hogy jönjetek. Heti kétszer-háromszor lefekszem a főnökömmel. Melóban neki férje van, egymásba szeretünk, ha kiderül, elveszítjük a munkánkat mind a ketten. És legalább jó. Tessék? És téged még megismernek. És legalább jó, igen. Gyerekek, várunk egy picit, jó? Megjönnek a Viber üzenetek, és akkor még olvasunk, csak egyszerűen annyi futott be, hogy nekem teljesen meghalt az oldal, úgyhogy nem tudok most jelölni, pedig nagyon jók jönnek. Elképesztő sok. Miért működik ennyire? Ez egy ilyen terápiás jellegű történet? Igen. És hány, tudod, az a furcsa, hogy ezek az emberek elküldik ezeket az SMS-eket, hogy nincsenek barátaik, nincsen család, nincsen. Dolgokat meg tudnák beszélni. Pont nagyon szexi így belekiabálni a világba, szerintem. Tehát, hogy egy rádióműsornak elküldeni. Na, de itt egy csomó olyan ember jelentkezik, akinek komoly problémái vannak. Tehát, akinek oda kellene ülni mellé és hallgatni, hogy ventillál és kifújja a levegőt. Ezeknek nincs, szerintem nincs olyan ember, aki meghallgatná őket igazán. Igen. Jött még egy nagyon jó Szentkirály Alexandrával álmodom, mindig mesztelenül van a kormányunkban. Na várjuk még az SMS-eket, jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 8:30. Fél 9 múlt, 5 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mi ez a borongós idő? Nem azt mondták, hogy jobb lesz? Nem, napsütés reggel hajnalban az is volt, nem volt szép. Eltűnt, hát most mi van? Ja, hogy lezárásnap, akkor lezárjuk a tavaszt ma, és jön a kora nyár. 25 fokot mondanak. Nagyon durva. Az nagyon durva. Lezárásnap 25 fokkal. Felfújjuk a kerti medencét. Hát az hétvége már lehet. Figyeld, becsobbantok. Nektek az is van? Mi az Istennek? Úgy is folyni fog be a gáz. Valamit ott megráz a búvárszivattyú. Tudod, hogy csak a baj lesz vele, Juli. Az állatosra beleraktok egy égőt, ami nem 12 voltos, hanem 220-ról megy. Úgyhogy jó, ellesztek. De van ilyen felfújható medencétek? Az egyébként jó? Van. Nyilván nem most fogjuk feltölteni. És mindig megvárjuk, hogy a végén belerohadjon a víz. Igen. És kidobjuk az egészet a kicsit bealgásodik, bezöldül, minden éve vesztek egy másikat. Állandóan dobálom bele a tablettákat, sosem tudom elérni, hogy mindig tiszta legyen, és egy után elengedem. Szerintem ezen
mindenki így van. És már olyan klóros, meg olyan vegyszeres, hogy már mindenki vörös a szemben azonnal, igen. 51 vagyok, elértem mindent az életben, van egy villám, két nyaralom, négy autóm, jaktom, nem akarok semmit megjönni, csak dicsekedni akartam, ír Robi. Ez jó, gyondom kell, hogy tökéletes az életem, 8 éve házasként imádom a férjemet, 2 gyerkőcünk van, 5 és 2 évesek, most jöttünk az 1 hetes nyaralásból, csak 2-esben voltunk. Boldog, szerelmes, egészséges az életem. Most hát hagyjad már, nem a dicsekvős óra van. Majd de azért lehet jót is írni. Annyi rosszat hallottuk. Lehet jót is írni, igen. Egy balatonfüredi hotelben dolgozom, és van saját cukrászdája, belezugtam a cukrászlányába. Nála van most minden, de nem tudom elolvasni. Igen. Elhajlási engedélyt adtam a páromnak, elmúlt a szex, viszont nem akarom, hogy itt hagyjon minket. Ez érdekes. Ez milyen érdekes téma, nem? Elhajlási engedélyt adtam a páromnak, elmúlt a szex, tehát, hogy már nincsen, elhidegültek, hát viszont nem akarom, hogy itt hagyjon minket. De kemény. Sok téma. Itt mindig elsőbb is egy külön téma. Ez belefér? Hát, hogy elhajlási engedélyt adsz? Igen. Hát ez nem minden belefér, ami közmegegyezésen alapszik egy párkapcsolatban. Tehát ha a nő is tud róla, és a férfi azt mondja, hogy menni akarok, a nő azt mondja, hogy menjél, akkor... Szex itthon, de én nekem meg szükségem van rá, és hát, a feleséged persze. Azt mondja, vagy a férjed, hogy tessék, csináld, akkor... Hát szerintem az fér bele, ami a közös szabályrendszer. Ami a megegyezés. Hát aha. Nem? Én tehát, szerintem hogy... elhajlási engedélyt adtam a páromnak, elmúlt a szex, viszont nem akarom, hogy itt, tehát, hogy én inkább ne hagyj itt, inkább kefémással, csak ne hagyj itt engem. Nem azt mondom, hogy ez jó. Nem azt mondom, hogy ez egy megoldás, csak azt mondom, hogy ha ez erre egy nő áldását adja, és a pasi megmegy, akkor ezt ketten találták ki. Nyilván ennek a lelki vonzata az egészen más. Ez nem jó döntés, meg nem fogja megoldani a te párkapcsolatokat. Lehet, hogy de az hogy... egész sztori jól működik. Tehát mind család jól működnek, mint nő és férfi a szexen kívül mindenben jól működnek, lehet, hogy még szeretik is egymást. Egyedül mondjuk a nő részéről, most legalábbis az SMS szerint, ott kihunyta a szexuális érdeklődés 40 évesen, és azt mondja, hogy figyelj, tök jók vagyunk. Ha gondolod, akkor feküdj le valakivel, menj el fizetős szolgáltatásba, legyen jó neked, de mi egy jó család vagyunk. És erre a pas is lehet, hogy azt mondja, hogy tényleg. Fú, ez valami nagyon fura állapot. Igen. Furi. Hát. Sok a kiégett és a váltás előtt álló 40-es. 43 vagyok, egy 4 éves kislánnyal és egy alkoholista apukával most lett. Elég mindenkinek hajrá. Ha nyakig ér a szar, nem kell tovább benne lenni, a gyerek sérül. Nem foghatjuk a végtelenség arra, hogy a gyerek miatt vagyunk együtt. 3 boldogtalan ember él együtt. Na pont ez arra ne fogd. Tehát arra soha ne fogjátok, hogy a gyerek miatt maradjunk együtt, mert abba sérül. Még akkor is sérül, ha eljátszod otthon, hogy jaj, drágám, minden nagyon csodálatos. A gyerek úgy is érzi. Mindent a gyerek a legnagyobb persze. Szenzor. Hát meg ráadásul ezt tanulják meg, hogy nyelni hogy kell, hogy tűrni igen. Kell, hogy hazudni meg kell, hazudni. Hogy alokaskodni kell, hogy nem vállaljuk fel az érzéseket, a szerepeket. Ez egész élet erről fog szólni. Oldozható fel, mert már nem bírom elviselni a családomat, anya és apa elváltak 15 éve, azóta csak a rossz indulata, a szapulásos szídás. Én meg a kettő között megőrülök. Szeretnék egy normális családot. Milyen érdekes, hogy most jönnek a reakciók, tehát egymás után jönnek a reakciók arra, amiről beszélünk. Itt viszont megtörtént a válás. Látod? Tehát 15 éve elváltak, de még mindig azóta csak a rossz indulata, a szapulás és a szídás. Én meg a kettő között megőrülök. Hát szeretnék egy normális családot. Ez igen, ez egy kamaszlány SMS-e, igen, vagy fiú SMS-e. Oldozható fel, mert bemutattam a súlyam a kocsim előtt áldogá, átrobó elektromos rollersű a gyereknek. Kiabáltam jól is. Jól tetted, helyre tetted őket. Teljesen a munkáján van, ahol jól érzem magam, és egyáltalán nem megerőltető. De otthon a családnak mindig panaszkodom, hogy jaj, de kimerültem, jaj, de fáradt vagyok. Olyan nehéz napom volt. Most már lassan az egész család új munkalehetőségekről küldözget cikkeket. Oldozatok fel, mert imádom sajnáltatni magam. Imádom az életem, rengeteg jó nős pasi jár hozzám, hogy jó szexet és odafigyelést kapjon. Modern Teréz anya vagyok. Bocsásson meg minden feleség, csak jót teszek. Na, ő micsoda? Azt nem tudom, de számmal írt. Igen, van száma. Igen. Rengeteg jó nő pasi jár hozzám, jó szexet és odafigyelést kapjon. Hát akkor ő tudjuk, hogy mi. Igen, nem? Fizetős szolgáltatás, igen. Marhára irritálnak az állandóan tökéleteset mutató anyukák, akik pálcát törnek felettem, ha én nem vagyok mosolyogós, mert ki van a tököm az állandó hisztivel. Ezért is érzem magam sokszor szarnak, pedig nem vagyok. Néva, azt kívánom, meredjenek meg! Meredj meg! Igen, az nehéz lehet. Nem tudom, milyen közeg ez, ahol sok tökéletességet mutató anyukával vagy együtt, de azért ez nehéz, nehéz állapot. Mindenki azt mutatja, és mindenki tökéletlen, és mindenki ki van borulva. Persze! Igen, az egymással presztizselő anyukáknál nincs rosszabb közeg. A tiéd még nem jár.
Úristen, Atyaisten, annál nincs, nincs, sokszor nincs gonoszabb és rosszabb közeg az ilyen típusú anyukáknál, sajnos. Ez egy nagyon, nagyon toxikus légkör, amit ők tolnak. Überelve egymást, hogy ki a jobb és ki az ügyesebb, és kinek a gyereke jobb és ügyesebb. Nem borzasztó. Akarok beleszólni, de szerintem. Borzasztó. Abban mindenki meneküljön, aki tud. Ilyen toxikus, toxikus társaságból. Az a baj, hogy rá vagy kényszerítve erre a társaságra. Nincs, sosem vagy rá kényszerítve semmi a társaságra. Hova mész? Ennél még az is jobb, ha egyedül vagy játszótéren. Akkor egyedül ülsz egy homokozó szélén. Igen, és egyébként meg 0-24-ben a gyerekkel kommunikál. Toxikus társaságra nem vagy rá kényszerülve. Nézz a telefonodra. Nagyon sokáig, Júli. Nagyon sokáig. Ne állj szóba senkivel. Ennyi. Igen. Én akkor már bárkivel beszélgettem. Bárkivel. Igen. Éjszaka halottnak tetettem magam, amikor már a kislányomnak akilni kellett, bot szívem, Ricsi küldte nekünk. Ja, Istenem. Jó vagy. Gyónom, hogy megkívántam a haverom csaját, nekem lassan 3 éve nincs kapcsolatom, de azt a lány nagyon boldogá tudnám tenni minden tekintetben a haverommal ellentétben. Mióta viszont visszahallottam, hogy hónapok óta nem nyúlt a lányhoz, csak még rosszabb. 45 éves vagyok, alkoholista, jó kimondani. Hágy, de őszinte. Igen. Az erotikus masszázszalom minibár fantomja vagyok, még mindig sok időt üdítőt vizek el. Egy egész fiók tele van a hűtőben, írta valaki nekünk. Köszönjük szépen. 31 vagyok, és nagyon szorongok, mert nincs meg kisbabám, de nagyon szeretnék, a párom még nem áll készen rá. Ó, hát azért még van időd, azon még nem 31 évesen még nem kell azért szorongani. Még hát, nem kell szorongani. Lehet feszülni, amikor te már nagyon szeretnéd, és a partnered meg csak húzná, neked pedig ketyeg az idő. A 31 évesen, persze, ma még 40 évesen is bármikor lehet szülni, nem erről van szó, de ha már 25 évesen nagyon szerettél volna szülni, és már 7 éve arra vársz, hogy szüljél, de a párod még mindig húzza az időt. De az, hogy eddig húzza, akkor az nem akar, nem? Igen, és hol ismered viszont... föl, hol van az a pont, amikor bevallod saját magadnak, hogy... hogy már nem akar. Na ez is egy újabb kérdés, hogy tessék, 31 éves nő írta az SMS-t, a párja nem tudjuk, hogy akar egy gyereket, de ha ők most leülnének, és lenne egy beszélgetés, ahol a hapsi végül is elmondja, hogy figyelj, én tényleg nem akarok gyereket, nagyon szeretlek, és mindannyian együtt maradsz vele? Dehogy. Hát de egyébként minden akarok. Jó. Hát de gyereket akarok. Hát én szerintem kevés olyan dolog van egy nőnél, a gyerek egy idő után a férfi elé lép. Fontossági sorrendben azt a gyereket egy másik pasi is meg tudja nekem csinálni. Ha te nem csinálod meg, akkor majd megcsinálja a másik. És akkor eldobod életet szerelmét? Hát tudod mit? El. Új. Nem. Ha egy nő nagyon szeretne gyereket. Akkor jobban szeretne gyereket, mint amennyire szereti a palit. Én szerintem van az életszakasz, amikor ez felülírja. Aha. Állhat előttem az a legcsodálatosabb férfi. Tényleg? És azt mondod, hogy figyelj, ott hagylak, nagyon szeretlek, ott hagylak, mert nem csinálsz nekem gyereket. Éljem meg úgy az életemet, hogy egy olyan férfivel voltam együtt, aki nem akart nekem gyereket csinálni, lehet, hogy tudott volna csinálni, de nem akart nekem gyereket csinálni. Nem, neked nem akart, mert ő egyébként nem szeretne gyereket. Hát akkor keressen mást. Ha én gyereket akarok, ha egy nő gyereket akar, akkor keres egy másik pasit. Én szerintem ez egyértelmű. Én biztos, hogy ott hagytam volna, amikit, hogyha nekem... Fú, de jó, hogy ezen túl vagyok. Mindig ezeket a dilemmákat hallom, azért ez jó, hogy ez... Nem, hogy nem állnék ebben a dilemmában. De ne, hát de ha te most ne szórakozzál már. Hát hogyha a béka az életed párja, és azt mondja, soha nem akarok neked gyereket szülni, akkor nem gondolkozol ez azon, hogy hát figyelj ide, akkor lehet, hogy mi nem vagyunk egymásnak teremtve. Ha te egyébként nagyon vágysz egy és gyerekre. És egyébként meg minden oké? Egyébként meg tényleg szuperek vagyunk együtt? Hát remélem, hogy egy másik emberrel is minden oké lesz. És a legnagyobb szerelemben vagy ebben a pillanatban, amikor ez előkerül ez a sztori. És te így azt tudod mondani, hogy hát akkor szia, majd más csinál nekem gyereket. Én szerintem egy csomó nő ilyenkor kivár, és várja, hogy hát ha megjön majd a jobbik esze. Igen, csak akkor megy el az időd. Hát ez világos, de azért mondom, hogy... De a legnagyobb szerelemben nem mondod ezt, hogy ja, hát ha te nem akart gyereket, akkor szia. Aha, aztán 15 év múlva megkeseredve csücsülök, és azt mondom, hogy oké, itt ültem egy pasi mellett, arra vártam, hogy csináljon nekem gyereket. Jó lehet az elején már megmondta, hogy de nem arra vár, de akkor hello. Hát azért a pasi mellett nem azért ülsz, hogy ha csak ezért ülsz mellett, hogy csináljon egy gyereket, akkor nagy a baj. Nem erről van hát szó. Hát egyébként jól érzed magad, mert jól érzem magam, hogy igen, minden tökéletes. És egy jó párkapcsolat az fontos ahhoz, ha jó. Tehát a gyereknek két felnőtt szülő kell, szeressék még, oké. De nagyon remélem, hogy máshol megtalálom ezt az embert, aki egyébként még az úgy is szeret, hogy nekem van egy gyerekem, érted? Tehát, azért... Csak olyan könnyedén mondtad ezt, hogy akkor pasi, hello. Hát, de igen. Megnéznélek az adott szituációban, Juli. Ne mondjad már, Zsül. Anna, te egy... Hogyha a kicsit hogy mondod, engem még nem szólítod. Zsül! Anna! Gyere, légy szíves! Zárd a könyvelésről, gyere be! Ne olyan furi, érted? De tök hogy... furi. Hát, hogyha egy nő gyereket akar,
ha egy nő gyereket akar, igen, és a pasi azt mondja, hogy én nem akarok neked gyereket csinálni, de te nagyon szerelmes vagy belé, akkor te továbbállsz, vagy leéled vele az életed egy nem, továbbállok. De azonnal hát, így azt mondod, hogy köszi, szia, hát ez nem ilyen egyszerű, mert érzelmileg ugye érintve vagy a dologba, de hát az merőben furcsa, érted, hogy együtt vagyunk, szeretjük egymást, és nem akar ez a dolog kiteljesedni. Tök más az elképzelése a gyerekről. Ő azt mondja, nagyon sok olyan. Nem, akkor nem találkozok az elképzeléseink. Most nem arról van szó, hogy veszünk-e autót, vagy nem veszünk autót, a gyerek, az egy nagyon sarkalatos kérdés. Az egy nagyon sarkalatos szerintem is. Tehát, hogyha ő annyira nem akar, akkor hát egy pici várakozás nyilván van, hogy hát ha azért ez fordul nála, de olyan nagyon, de egy nőnél ugye a biológia szalad előre, egykor után nem lehet szülni. Az a szerencsés, hogyha úgy akad össze két ember, nekem konkrétan ilyen van az életemben, ahol egyik se akar gyereket. Az tökéletes találkozás. Nem akar gyereket. Azt a sors rendelte úgy is. Tényleg találkoztak, nagyon boldogok, nagyon harmonikus házasságban élnek, nagyon régóta élnek együtt, teljesen kerek az életük, nincs gyerek, lehetne, tehát nem azért nincs, mert nem lehet, lehetne, megbeszélték, hogy ez valahogy nekik nem. Mentek az évek, és egyre inkább elódázták ezt a dolgot, és egy idő után volt egy beszélgetés köztük, hogy te figyelj, elég a végén vagyunk, én 35 vagyok, mondta a csaj, te 40, mit csináljunk? És akkor mondta a fickó, hogy te mit szeretnél? Hát én nem biztos, hogy szeretnék. És de akkor jó. Mondta, hogy figyelj, képzeld el, hogy én sem. Júj, de jó. És ez azóta Zadom. Ők belecsúsztak az 50-be, és, tehát, és most rájöttem, hogy most akar. Nem persze, akar. Tudom, csak kívül. Soha nem jött el ez a pillanat. 63 vagyok, de most rájöttem, hogy szülnék. Nagyon jó keresztanyuka, a tesójának vannak gyerekei, azokat, hogy úgy mondjam, abajgatja. De ő nem akar, de ő nem akar. Ez teljesen jó. De hogyha úgy van, ahogy most beszéljük, hogy az egyik akar, de ez férfinél is lehet, hogy a férfi akar, és a nő nem akar. Ez ugyanúgy egy nagyon nagy vízválasztó. Persze, de most ez mindegy is, hogy férfi vagy nő, igen, csak olyan számomra olyan furi volt ez az exakt kijelentés a Júli részéről, hogy akkor azonnal kidobni, tovább lépni, hát az életet szerelmét. Ez kicsit szerelmét, ösztönszerű. Igen, az, de az igen, életet szerelmét azért... Na. Nehéz, ez szerintem nagyon nehéz lelkileg. Nagyon nehéz hogy lelkileg. Hogy akkor pakolj, drágám, hát itt akkor a vége. Mégsem ő az életem szerelme, ezek szerint. Akkor jön majd egy másik életem. Emlékezz vissza azokra az időkre. Nem, amikor... attól ő lehet az életed szerelme. Lehet, csak valahogy hát elválnak. Attól ő nagy szerelem marad. Igen. Csak egy ponton kiderült, hogy attól a szerelem nem változik meg. Nem. Te már beleszerettél. Hát beleszerettél, és utána előbb, derül ki, hogy... Nyilván őt szerettem meg előbb. De és a nagyon nagy szerelem is nagyon nagy oda vagy érte, és akkor azt mondja, hogy figyelj, nem. Nagyon szomorú elválás lenne. Igen. Igen, igen. Tehát a gyerek fölül írja, megdöbbentő. Ennyire durván? De milyen erősek a nők, hogy milyen ösztönszerűen működtök? Én, tehát ilyen én az ösztönötök nagyon erősebb, mint az érzelemvilágotok. Várjál azért az... Tehát van egy pasi, aki boldog át lesz, aki szeret, akivel kiteljesed. De... Nem feltétlenül engedném el. Ez de, mondom, ez de, nagyon... de eljössz azért, hogy szülje valakit, aki majd azt gondolod, hogy jobban nem boldog át ez. Mindig nem ott lesz egy olyan erős hiányérzet abban a kapcsolatban, ami szerintem hosszú távon megmérni. És nem tudnál gyerek nélkül élni? Vagy neked ez egy én ekkora... nem tudom elképzelni az életemet a gyerekeim nélkül. Nem tudnám elképzelni az életemet, ha most újra kezdeném, hogy összekeveredek valakivel, akiben halálosan szerelmes vagyok, és ő azt akkor mondja, neked nem kicsit gyerek... fura, aki nem szül? Tehát, hogy... Nem, én adom, hogy vannak emberek, akiknek itt teljesen kerek az életük. Én aha, a sajátomat nem tudnám elképzelni gyerek nélkül. És akkor is ezt mondtad, amikor még nem voltak meg, akkor is tudtad, hogy te akarsz hogy gyereket? Nekünk egyszer lesz, hogy nekem egyszer lesz gyereke. Igen, aha, mindenképpen. Igen. Én nem, ez egy picit máshogy van. Ahogy most hallgatlak, most az volt ugye a kérdés, amikor bejöttem, hogy van egy hogy érzelmileg... Hogy dobnád-e a egy ilyen, de, nagy de, szerelem, ott a pasi, de nem akar gyereket. Dobod, igen, hogy továbbász, hogy szülsz, igen, vagy azt mondod, hogy akkor lemondasz a gyerekről. Na, amit mi Júlia elmondott, hogyha ez így van egy hölgybe, hogy ennyire akarja, tehát egy nőben ez ennyire benne van, hogy én már pedig anya akarok lenni, és ez olyan mélyen benne van rögtön, tehát azonnal, akkor azon nagyon nehéz mit kezdeni. Én úgy voltam, hogy viszonylag késő szültem, mert azt mondtam, hogy még nem jön el az a pillanat, addig nem szeretnék, és hogyha mondjuk nem akart volna a Péter, vagy úgy alakult volna az életem, nem hiszem, hogy én elhagytam volna. Na, én aha, 36 éves voltam, amikor ugye a Karinát vállaltuk, és... Na, nem hagytad boldog volna. Nem, nem hagytad. Én nem hagytam volna. Na, ez a kérdés, mert ugye ő azt mondja, hogy ő továbbáll. Én tehát, nem hagytam hogy... volna ott akkor őt. Mert akkor már annyi megélt élmény volt, annyi közös minden volt, és olyan kiteljesedett kapcsolat és szeretet és szerelem benne, hogy nem hagytam volna el ezért a dologért. De hogyha az lett volna rögtön bennem, hogy ez az anyai ösztön azonnal megszólal bennem ebbe a kapcsolatba, hogy azonnal az lett volna a legfőbb, hogy gyereket szeretnénk, akkor a Julival értek egyet, mert akkor azt mondom, hogy egy nőnek valóban tovább kell lépni. Bennem ez a dolog, annyi élmény volt, annyi közös megél dolog. Hogy nem dobtad hogy volna érte nem, a Petit? Nem, így van. Nem, na de akkor gördítsük tovább a gondolatot,
életed nagy szerelmével összehozott a sorsod, minden oké, akartok gyereket, ám a férfiről kiderül, hogy meddő. Az... Akkor... Hát akkor, akkor ott kidobod? Maradok, nem, akkor ott maradok mellette, és akkor örökbe fogadunk. Na de szerintem nagyon más. Az más azért, hogy nem akarok tőled, tehát szeretlek, megtaláltak szerelmesek, de nem akarok tőled, mint hogy akarok, de nem tehetem meg. Mondjuk nem tőled nem akarok, én nem akarok. Nem akarok gyereket. Azért más, mert ott a meddőségnél valószínűleg lehet egy akarás. Igaz. Ugye? Tehát hogy azért az feloldozza. Nem gondoljátok, hogy ez a választás egy nőnek. Ha életem szerelmével jönnék össze, és nem akarna gyereket, én nem úgy engednék meg, hogy hát akkor jöjjön a következő. Persze, nem én értettem az árnyalatot. Nem, nekem arról van szó, hogy én tudtam mindig azt, hogy gyereket szeretnék, hál' Istennek egy olyan párral hozott össze a sors, aki szint. Én szeretett volna gyereket, és az egy pillanatig nem volt kérdés. De igen, ha egy olyan pasival hozott volna össze a sors, aki nem akar gyereket, hát én akkor azt egy idő után elengedtem volna, igen. Mert basszus, nekem kellettek a gyerekek. Most, hogy már benne vagyunk. Most már visszakoznék, de megvannak. Igen, hány nő érzi ezt, hogy majd ha gyereke lesz, akkor attól kiteljesedik, vagy hogy az hozzá el a boldogságot. Értem, ez egy erős ösztön, ami dolgozik bennetek, de szerintem nem feltétlen. Nem az is egy érdekes mondat. Hogy én majd attól fogok kiteljesedni. De hogy ilyen, hogy igen, de hogy ilyen ezt erősen dolgozik ez bennetek. Maga a szülés, meg hogy a gyermek nemzés, vagy az utód nemzés, hogy ez ja. Így igen, az legyen. Is egy érdekes mondatod volt egyébként, hogy a gyerek előrébb való lesz, mint a férj. A pár. Abban a pillanatban van egy életszakasz, amikor tudom, hogy szülni akarok, én, vagy hát legalábbis szeretnék egy akkor gyereket. Akkor mindent a gyerekért. Akkor igen, akkor megkeresem hát, hozzá a azt a társat. Ugye, hogy egy nő két dologért tesz meg mindent, hogy legyen gyereke, vagy hogy ne legyen két gyereke. Két dologért tud elmenni a pokolba, igen, hogy legyen, pokolba vagy hogy ne legyen. Vagy hogy legyen, igen, vagy hogy ne legyen. Így van. De mi, ez tényleg ennyire fura, hogy egy nő egyébként igen, az élete szerelmét. Igen, szerintünk ez tök kellemetlen, és a hallgatók szerint is. Nagyon sokan írnak, sajnálom. Nem érzetek semmi. Nem, én értem, amit mondasz igazából. Önmagában. Magát a programot nehéz, hogy ennyire nagyon fontos a gyerek. Tehát, hogy ez férfiként máshogy kódolja az ember. Én szeretem őket, nagyon örülök, hogy vannak, nagyon sok mindent megteszek értük, szerintem nagyon jó apa vagyok, de... És szerény, jó és szerény. Nem, de nem tisztában vagyok maximálisan jó apai kvalitásaimmal. De tényleg... De úgy, tehát hogy azért én el tudnék képzelni a gyermekmentes életet is. Tehát, hogy szerintem a megváltás nem ebben van. A gyerekben biztos, hogy nem. Tehát, hogy nem attól lesz tehát, teljes az annyira életed. Annyira túldimenzionálják ezt sokan, hogy most gyerekvállalás, akkor hú, az mekkora magic. Tehát, hogy így nagyon érdekes. Én úgy gondoltam, hogy nekünk a kerek párkapcsolathoz hozzátartozik az, hogy igen, lesznek gyerekeink. És semmiben nem változott, ez marha érdekes, ugyanúgy kerek volt előtte is, mint ahogy kerek a Karinával is. Nem is lett tesó, ugye, tehát megálltunk egynél, és így... Nem változott, mássá vált a kapcsolat valóban, tehát hogy egy gyerek az ugye megváltoztatja, tehát nem ugyanaz az ember lépett már be, aki kilépett az ajtón, amikor elmentem megszülni a Karinát, de nem változott a kapcsolatunk tőle olyan értelemben. Nekünk nem lett attól jobb, tehát nem erről van igen. Szó, hogy igen. Végre révbe ért a kapcsolatunk, igen. Mert lett gyerekünk. De megfejtették. Is hát teljesen. Igen. Júlinak szimplán nagyobb a túlélési ösztöne, mint az érzelmi intelligencia. Én fogom belépepsíteni a jövőt. Ez a földet. Igen, de ez kihaltok, mert nem szaporodtak. Valahogy nem, amikor ennyire erősen beszél valaki a szülésről, és a szülés iránti vágyról, amit én meg tudok érteni, az valahogy olyan, mintha valakit a szolgálatába állítana, hogy boldogabb legyen. Érted? Nekem ebben ez a nagyon fura, hogy aki ennyire erős, az, hogy akarok, hogy kell, de hogy ne? Szülök, hogy az olyan, mintha... Hát ez nagyon így érted? Ebben van, nem, az ilyen típusú, értem, hogy egy nőnek fontos, meg ebben teljesedik ki, de valahogy ilyenkor kicsit azt érzem, hogy van ebben valami, majd ő jön, és akkor engem kiteljesít, majd ő megérkezik, és megadja a boldogságomat, majd ő megjön, és ha megszülöm, akkor megérkezve kiteljesedek, mert hogy valakire szükségem van, aki engem, érted? Engem egy ilyen Isten áldja, édes anyának tartotok, az a típus vagyok. Abszolút nem, inkább ahogy mondod, vagy amikor valaki így beszél a szülésről, vagy a gyerekvállalásról, akkor nem, akkor valahogy nem azt érzem, hogy egy lélek kapujává válva ő csak életet ad egy testnek, és neveli, hanem valahogy egy ilyen birtokos viszonyban teszi a gyereket, és megérkezik, mert nekem ő kell, és majd akkor én vele leszek boldog. Nekem kicsit ez a rémisztő, egy kicsit ez a, nem te, hanem az ilyen típus, aki ezt így a nagyon erősen akar szülni, de nem veled azon
azonosítom ezt. Csak aki a saját maga szolgálatába állítja ennyire erősen a szülés, és azt mondja, hogy nekem kell, én akarok szülni, mert akkor én vele kiteljesedek. Az olyan, mintha nem is azzal foglalkozna, aki születik, hanem önmagát akarja megvalósítani, megmutatni, megélni azáltal, hogy gyereket szül. Tudod, nekem ez ilyen nagyon kettős mindig, hogy húha, mire fogod te használni? Nem te, ő azt a gyereket. Fel. Milyen egót építesz azáltal, hogy szültél? Én mivé válsz? Több vagy kevesebb. Nem, azt hiszem, rólad beszélek. Értem, amit mondasz. Nekem az a szerencsém, hogy mi abszolút egy húron pendültünk a kezdettől fogva. Ez a lényeg szerintem. De ez tök jó. És ő is szeretett volna, én is szerettem volna. Szerintem ez egy nagyon jó együttállás. Egyébként a szülés dettó ugyanez, tehát hogy ott is én úgy értem meg a szülést, hogy az egy teljesen természetes folyamat, és adok egy életet, és hogy én őt mindennel együtt tisztelem, igen, hogy ő ide jött, és engem választott, de van, aki, az a lélek. Vannak nők, akik a szülésről sem így beszélnek. Ezt is kérdésselünk belőle, hogy császár vagy nem, hogy epidurális vagy nem és az egészet, hogy ő magát teszi valahogy, igen, a középpontba, ő lesz a lényeg, és azt gondolt, hogy az egész terhessége, a szülése, az anyává válása, a gyereknevelése, az ő magáról szól, és az ő egója, az ő anyasága, és az ő birtoklása, és az ő anyaképe és egója erősödik azáltal, hogy ő szül. És amikor valaki ennyire elszánt, és nem te, hanem amikor valaki nagyon akar, nagyon tolja, akkor azt látom, hogy ez legkevésbé a gyerekről szól, és az ő születésről. Abszett, ebben inkább az önképről, az egóról, a birtoklásról, és majd ő engem boldoggá tesz, hogy birtokolhatom, majd nevelhetem. De te csak egy kapuvá válsz, ahol szülsz valakit. Császárral szültem, és én sokszor megkaptam ezt, hogy ó, hát akkor nem tudtam, milyen az igazi szülés. De mondom, nem én vagyok a lényeg. Mi az, hogy nem tudod, hogy mi az igazi szülés? Egy egészséges baba megszületi. Mi ez a demagógia? Ő jött hozzánk. Szülte. Akkor nem vagy anya. Miért vagy jobban anya? Miért? Értem, hogy van a szülési fájdalom, át kell menni, a gyerek is jó átmegy a szülőcsata, az összeset. Miért kevésbé anya az, aki császára nem szül? Tudom. Mert nem üvöltözött 3 órát, mert nem sírt, mert kapott egy epidurális, mert császára kikapták, és jó anya lesz, szereti a gyerekét, rátették a mellére, akarja szoptatni, fel tudja nyelni. Igen. Na itt van-e, amikor erről beszélek, igen, hogy a nők eldöntik a nőről, hogy jó anya vagy nem. Mert már a saját egójukat fényezik a szülés. Én megszültem, már jobb anya vagyok, mint a császára. Szárosok, hagyjad már, mit tudnak, azok nem igazi anyák. Mi van? Igazából mi van? Ezek a gyerekneveléses sztorik is, semmi más nem kell a gyerekhez, mint szeretet. Semmi más nem kell a gyerekneveléshez. Én megmondom, én egyetlen könyvet nem olvastam el, és nem is fogok soha, mert 16 éves a lányom. Semmi más, türelem. Jó, okay, azért erre van egy válaszunk, Feri. Egy gyerek, nem gyerek. Bizonyos szempontból nehezebb egy gyerek. Kell szórakoztatni még a tesójával. Bizony. Gyere át egy 3-as fiú bunyora idél után. Megnézed milyen. Na jövünk mindjárt 2:08-09. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 9 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó reggelt. Hello. Azt mondja, hogy micsoda? Ja igen, egy Budapest vármegye bérletet, egy tepsi hátlapost, 3 darab azari jehégyet, 3 darab ebigyet, és hogy hazai meccsökre szóló bérletet cserélnék egy bazsariára, írja valaki. Az egészen sokat ér már. Megy az értéket, haver. Ez meg DJ Otinak. Ott már nagyon komoly licitekbe van, hogy ki mit adna azért, hogy bejusson erre a bulira. Megjelenik a fekete piacon majd. A jegyek. Hogy hova fog felfutni. Mennyiért vagyok? Már a buli napján mennyi lesz? Aha. 2 darab állójegy. Kiemelt álló, bocsánat. Igen. Ott állnak majd ilyen napszemekben jegyet. Jegyüzérek a bulin. Igen. Azt mondja, frontás ütközött 2 autó 13. keletben még reggel, reméljük már nincsenek, ott falnak ütközött egy autó Kisbéren, hatóságok a helyszínen, de egyelőre más nem nagyon van, de ha láttok frisset, akkor küldjetek. Jó, 0623-111-111. A telefonszámunk, ide várunk közlekedési híreket is. Igen. És hát köszi a gyónásokat, azért ez sok jó témát adott nekünk. Itt mindig SMS egy-egy külön téma is lehetne. Egyébként, amit megbeszéltünk, szerteágazó, itt sok SMS, igen. És ma ugye, amit szoktunk mondani, hogy lezárás nap van, gyerekek. Tigris fémes napom van, tigrisünk napja és lezárás nap van, úgyhogy... Mi a tigris és mi a fém? Na, hát azt gondolom, hogy egy állatok szerint. Mindig kötik egy állathoz meg, hogy az elemek közül víz, vagy föld, vagy fa, vagy tűzelem, vagy milyen napot. Én ma ilyen fémes napunk lesz. Lehet, hogy csikorogni fog a fung, és lezárás nap van, úgyhogy tudtok menni. Jó.
Nekem van ott jegyem, de nem adok, Bibi bírja valaki. Tehát a Puskásba kellett volna menni. Jó, nem szabad. Jó, majd a következő. Elsőre. Nagy kép. Túlságosan nagy képűnek lenni. Jó lesz az ott. A gyónás SMS-eket viszont most már ne küldjetek, mert nem kell. Viszont sokszor témánk egy olyan dolog, ahogy mit csinálsz, ha látsz valamilyen konfliktust az utcán, úton, ugye oda mész, segítesz, nem segítesz, beleszólsz, miért van az, hogy az emberek elfordítják a fejüket, mi van a villamoson verekednek, mi van a tömegközlekedésen, történik valami, és mindenki máshogy reagál, de általában az a közmegegyezés, hogy senki nem megy oda, mindenki elfordul, így van, és félünk, és senki nem segít, vagy senki nem avatkozik be. És hát ezt most egészen test közelből átéltük, mert hogy Gyuri osztott meg tegnap, vagy tegnap előtt egy felháborodott hangvételű videót a Viberen. Igen, hogy konfliktusba keveredtél. Hát elmentünk bevásárolni, és éppen bepakoltunk a kocsiba, amikor azt hallottam, hogy valaki rettenetesen anyáz. És az egyik autó ki akart kanyarodni, a másik autó meg be akart kanyarodni. Ezt normál körülmények között az ember elintézi azzal, hogy elmészte a francba, és tovább megy. Nem, itt emberünk fogta magát, kipattant a kocsiból, először a kocsiból kiabált a másik autósnak, majd kipattant a kocsiból, megállt így fölötte egy ilyen kopasz kigyúrt állat, ordított, mint az eszelős, feltépte a kocsi ajtaját, és így állt ököle, hogy beüt, bepancsol. Ez délután kettő. Az egyik pasi a másiknak. Igen. Tehát két férfi volt. Igen, igen. Hát volt egy ilyen nagy darab hangos, meg aztán utána volt a kis darab rémült. Kis és darab rémült ült a kocsiban. Igen, igen. Szépen lefestetted őket. Én ilyenkor mindig így felpattanok, és így elindulok. De minek? Vagy miért? Azért, mert az a tapasztalat. Mert meg akarja magát veretni. Egyszer meg fog valaki verni, szerintem. Tehát, hogy ez addig tart. De ők kiszálltak, és mi a ketten kiszállva olibáltak. Ült az egyik, a másik állt fölötte. Az egyik bent a kocsiban, a másik pedig felállt, feltépte a másik kocsinak az ajtaját, és beállt oda. Ez volt az a videó, amit elküldtél. Igen, köpködött befelé, és így ököllel fenyegette az arcot. Az milyen elborult emberek vannak. Mennyire ki vannak élezve. Azon vesztünk össze, még egyszer idézzük föl Juli mondatát, hogy ki megy ki és be. Hogy egyébként ennyi lenne, hogy ráfékezek, intek egyet. Gyere, haver, elengednek. Gyere, szóval, és megyünk tovább. Megállunk, és meg akarjuk ölni a másikat. Szörnyű. Na, én így Miró mögöttem azt mondom, és így elindultam, és a Miró elkapta hátulról a kezemet, hogy na, ebben most nem. Nem indulsz, és nem teszel rendet. Egyébként szerintem, hogyha odaálltam volna, és azt mondom, hogy elég, állj, vagy rákiabálsz, egyébként ebből szerintem kijönnek ebből az állapotból ilyenkor az emberek, akkor hamarabb vége lett volna az eseménynek. De mikinek be van állva a derek a lumbágóval, ott állt, rogyadozott mögöttem, mondta, hogy ha most odamész, és neked esik a pasi, nem tudlak megvédeni, mert nem tudok oda menni sem, mert összeesek. Na de várj, ez nem az a szituáció, amikor mondjuk öt férfi szórakozik egy nővel a villamoson. Ez nem az, amikor egy gyengét állnak körbe hárman. Itt két férfi összeakadt, valamilyen nézeteltérésük van. Miért érzed azt nőként, hogy neked bele kell szólnod? Tehát ehhez szerintem ebben a formában nincs között. Tehát ott üvöltöznek, kiszáll, nem szegy. Most nyilván a kettő püföl egyet, akkor leszeded róla, odamész, emberek, ne verjétek agyonba. De most két férfi egy közlekedés szituációt, és odamész, beleszólsz. Annyira, meg akarja jobbítani a világot. De nem ettől lesz jó ide. Na, és látod, hogy pont ez a probléma, hogy mindenki, tudod hány ember, tudod, hogy hány pasi állt ott lent, és mindenki szotyizott, és így nézte az egész. Senki oda nem lépett volna. És az volt a történet, hogy akkor mondta a férjem, hogy indítsam el a kamerát, vegyem föl legalább a rendszámát az autónak. Na, hogyha... a másik önkéntesen, figyeld, a két okos. Ne menj oda távolról videózni! Az első pofon elcsatta, hívjuk a jardot. Nem. Én elindultam feléjük a telefonnal, hogy legalább lássa, hogy én veszem őt. Tökéletesen hülye viselkedés. Ha látja, akkor talán abba hagyja. Vagy felbőszül, és oda megy, és nagyon hülyére vereted magad. Na, majdnem ez lett. Mert hogy az volt, hogy addig anyu, aki egyébként volt, mert bent ült az anyós ülésen, kipattant a kocsiból. Már a bunkónak a felesége, vagy a barátja, feleség, igen. Észbe kapott, hogy valaki veszi ezt kamerával, és kipattant, és elkezdett itt jönni felém, hogy azonnal töröd le a videót, a személyiségi jogaimat megsérted. És tudod, én mondom, de a személyiségi jogaidat? Mi? Hát a férjed most fenyegetett meg egy embert, és így tudod, így körben, itt vannak rá a tanúk, és így körbenézek, és azt látom, hogy mindenki így elnéz. Egyedül maradt, Juli. És mire visszanéztem, a pasi visszaszállt a kocsiba, és így megindult velem az Audival. Érted? És feléd a kocsival. Igen, és lehúzta az ablakot, és elkezdett kifelé ordítani rám is. És ott maradtam egyedül, teljesen egyedül, úgy, hogy egyébként körülöttünk voltok 20-an, akik onnan nem léptek volna azzal, hogy na vegyél vissza kis pofám. Tehát, hogy na ne szórakozzál már. Hanem mindenki
Na, az már gáz. Na, szerintem a kettő között nagyon nagy különbség van. Tehát amikor egy nagy darab férfi Audival már egy videózó nőt fenyeget, az tök más. De én tovább is azt gondolom egyébként, hogy ott neked abban a helyzetben, abban ott nem kell beleszólni. Tehát még nincs erőszak, üvöltöznek. Verjék meg egymást. De várjál, nem feltételezed, hogy meg rátépj az ajtót, beszél, hogy én voltam, hát te voltál, te anyád, én anyád, miért nem engedtél el? Tehát, hogy azt ők azért azt ott meg, szerintem én nem, nekem éles a határ. Ráadásul oda mennek hozzá, te beszólsz, abba beleszáll a Miro jól megverik, aki téged védeni akar. Tehát én nem látom ennek úgy nagyon azért az értelmét, és a telefonnal felvevés, hát az meg az... Hogy legyen bizonyíték, hogyha megüti rendesen az utas, akkor ne lehessen az, hogy utána elmegy, és azt mondta, hogy nem történt semmi, mert azt nyilván gondolhat, hogy azok, akik ott álltak, azok nem fognak tanúskodni, azok elhúznak a francba. Csak én azt reméltem, hogy azzal, hogy én elindulok, akkor megindulnak mellettem majd az emberek, és ők is közbe akarnak lépni. Hát a nagy túróst, mindenki csak mozizott. És ez nekem annyira furcsa, hogy emberek egyébként közbeléphetnének, meg beavatkozhatnának, és nem teszik, hogy megvédjenek valakit, és csak nézik, és moziznak szó szerint, és élvezik a szituációt, hogy én ettől nekem ők teljesen lefül a balázsok, látod, akik azt mondják, hogy ez nekünk semmi közünk. Nem, ez nem igaz. A múlt kommentem például a gyerekkel. És lecsaptad a kis csávót. Nem, valahol, és egy ilyen nagyon rossz energiájú csávó nagyon furán állt egy nő mellett a busz megállóba. És én csak így elmentem mellettük a Budakeszi út, és benni mondom, itt valami nem stimmel. Mert ez mondom, itt valami nem oké. Fú, ez nem tetszett nekem, ez jelent, amit láttam. És visszafordultam. De simán állt a csávó egy nő? Állt, de láttam a mozdulatait, meg a mozdulatát. Valahogy az az energia az ott lejött, hogy ez nem oké. Nem fogta meg a lány, nem emelt rá kezed, de nagyon fura volt, és visszamentem. És addigra már a pasi emelte a kezét, vagy éppen megpofozta, vagy már túl volt rajta. Azonnal kiszálltam. Ott volt mellettem a gyerek, oda mentem hozzá. És most kérdeztem a lányt, hogy segíthetek, és akkor a lány elkezdett, hogy inkább menjek el, mert baj lesz. És fél biztos, hogy nem megyek el. Ha most baj vagy, akkor nyugodtan mondd el, hogy mi van. De ilyen halál nyugodtan. És tudod, azáltal, hogy nem félsz, vagy azáltal közvetítesz egy energiát. Tehát, hogy én nem úgy mentem oda, és verekedem, mert nem figyelj, itt vagyok, nem látom, hogy bajba vagy. Na, én most ezt tudom, hogy baj van, és nyugodtan elmondhatod, és ha baj van, akkor hívok neked segítséget. És aztán megérkezett egy másik járókelő, és aztán a lány nagyon sírt, tehát vagy megpofozta, vagy megrángatta, vagy valami történt. Azonnal visszafordultam. Kiszálltam a kocsiból, és nagyon sokat beszélgettem utána a Benivel, hogy mit tudsz csinálni. Ahogy mondom, Beni, most jössz velem, nem szeretem ebbe a gyereket úgy, mert hogy ne legyen baja, meg nem volt fiatal srác volt, tehát nem féltem, nem volt olyan, hogy három kopasz ver egy negyediket, akkor nem fordulok vissza, mert a gyereket nem teszem ki ennek. És akkor beszélgettem a Benivel, hogy védesz meg valakit, hogy kell fellépni, hogy mi az élethelyzet ilyenkor. Csávó mit reagált? Hát azonnal visszavett. Kért egy autogramot. Hát azonnal visszavett. És akkor megállt egy másik autó is. És akkor mondtuk a lánynak, hogy figyelj, ülj be az autóba, ha baj vagy, mondd be a címed. Most mondanak, hogy figyelj, hagyd itt nyugodtan, minden helyzetből ki tudsz lépni, hogyha téged ő bántott, vagy bántott, nem kell félni, és nem lesz bajod, és ne félj el elmondani. És akkor a lány mondta, hogy jó, nagyon szépen köszöni, eltávolodott a fiútól, elment a másik járókelőhöz, beszélt, és szerintem ő elvitte már utána, és a srác ott maradt. És mondtam, hogy nem verheted meg a nőket, nem bántatott. Tehát ez nem igaz, hogy én nem segítek. Megfordultam, visszamentem. Lehet, hogy verekedés lett volna, az sem baj, tehát voltam ilyen helyzetben. De más, szerintem nagyon más a helyzet, meg nőként neked nagyon más a helyzet. Szerintem? Tehát, hogy én ilyenkor simán megverheted magad. Tehát, hogy valószínű, egyszer fogok kapni. Ráadásul két pasi. Szóval, hogy szerintem az ott lehet, hogy abban nem kell belefolyni. Szerintem sokszor mérlegelned kell egy utcai helyzetben, hogy mi az, amiben belefolysz, és mi az, amikor jobb, ha kimaradsz, mert olajat teszel a tűzre. Egy ilyen kopasz baromnál, aki rátépi az ajtót, te odamész telefonnál, simán pikpak összevernek, Juli. Vagy kapsz egy akkora pofont, hogy utána a arcplasztikára jársz. És ez nem azt jelenti, hogy mindent mindig nézzünk el, hanem mért föl jól, hogy mibe kell beleszólnod, és mibe nem, mert sok az a hülye, aki nem nézi, és a telefonnál vagy csak jobban fölbőszül. És utána még a Mirót is megverik, és akkor viszont belerángattad a Mirót is, úgyhogy pikpak összevernek. Tehát akinek van valami rutinja, az nagyon gyorsan az intézi el azt, akinek semmiféle rutinja nincs. Juli részéről meg egy tök jogos igény lett volna, hogy ott volt 10 pasi a környéken. Ebben igazad van. Érted, hogy az már, amikor elindul felé, igen, az már igazad van, hogy akkor ott nem segítenek. De nem biztos, hogy telefonnal mennék hergelni. Szerintem a telefon életveszély, ez egy nagyon kétélű fegyveri helyzetben. Vagy megnyugszik, vagy fölbőszül. Tehát az nagyon meg kell gondolni, hogy mikor telefonozol. Sose vettem föl még így semmilyen ilyen atrocitást. De hogy a vénád egyből ezt mondja, van egy olyan erős igazságérzeted. Elő nem vettem volna a telefont. Én oda mentem volna, odaálltam volna a hapsihoz, és megfogtam volna a kezét, vagy rákiabáltam volna, hogy elég legyen, vegyél vissza, ülj vissza a kocsiba.
Mert szerintem egyébként, hogyha egy nő odaáll két örjöngő pasi közé, attól valahogy kimozdulnak. Vagy kiütnek. Igen, nekem is véleményes volt a helyzet, hogy a srác milyen állapotban van. Verekszik, nem verekszik, nekem ront, mi történik. De nem éreztem, hogy ez valahogy nem fog megtörténni. Tudsz egy olyan dinamikával oda menni, hogy mit sugárzol. De igen, szóval ezek nagyon nehéz helyzetek. Nekem mindig döbbenetes, amikor az emberek ezeket a szituációkat nézik. Igen. És tudod, mi a fura, hogyha te elindulsz, akkor te is mondtad, hogy megállt a kocsi. De addig, ameddig te nem indulsz, és nem állsz oda számon kérni, vagy hőbörögni, addig nem áll meg egy autó sem. Abban a pillanatban, hogyha valaki elindul és fellép, akkor már köré gyűlnek az emberek, vagy nem, mint most. Hát, inkább de, nem. De azért általában akkor, hogyha te már kezdeményező vagy, és közbe akarsz lépni, akkor már jön a segítség sokszor. Én arra robbanok, ha nőt bántanak, azt nem bírom elviselni. Tehát az sok jobban irritál. Két férfi verekszik, fenn rájuk nézek, látom, hogy egyenlőek az erőviszonyok, ketten vannak, egyet vernek, mi a helyzet, igen. De tehát azt azért, hogy mikor kell beavatkozni. Sok ilyen helyzet volt, vagy láttam ilyen helyzetet, vagy voltam is azért fiatalként egy-két csetepatéba. De például nőt bántanak, azt nem bírom elviselni. Az borzasztóan felidegesít. Itt ebben a szituációban te úgy érezted volna, Júli, egyébként, hogy a kopasz csávó merít ráadásul. Hogy meg tudom állítani. Igen? Úgy. Hát. Ja, hogy igen. Volt egy tér, amivel megérkeztél, hogy te megállítod. Nem, hogy, pont ezt mondom egyébként, hogy ha odamész nagy lendülettel, ráordítasz, mint egy kutyára, aki nagyon ugat. De halál komolyan. Egész egyszerűen azt és mondom, ez általában a nők csinálják annyira, inkább. Ez a nők ilyenek, hogy figyelj, ne csinálj, mert belerángat és bunyó lesz. Igen. Nem kell a bal, de miért csinálja, és oda megyek. De a bunyó van, neked kell odaállni. Akkor már verik a feleségedet, a barátnődet, a párodat, akkor már te mész oda. A Miró a bunyó lett volna, akkor Mirónak bele kell szállni ebbe az egészbe. Tehát ez azért nagyon nehéz, hogy mehet volna mi, vagy klopfolóval a kezébe, amit talál a kocsiban, tudod, vagy egy lumbágóval általában. Nekem a csávó így a videót nézve elég rutinosnak tűnik ebben a verekedés dologban. Ez volt az első. És tudjátok, egy csomószor mondják rám, hogy én buzgó mocsing vagyok, meg szeretek közbeavatkozni, de ha egyébként hasonló szituációba kerülsz, akkor összeteszed a két kezedet, hogy van ott egy ilyen buzgó mócsing, mint én, aki odalép és azt mondja, hogy mi a probléma. Ja, értem, hogy te ülsz a kis, igen, a kis autóba, igen, hogy valaki egy segít. Ilyen szituációban baromira elvárnád azt, hogy valaki jöjjön és mentsen ki ebből a helyzetből. Igen, ebben van igazság. Egyébként mindenki nézelődik, és azt mondja, hogy hát a másik dolga majd megoldja, nem avatkozom közben. A nagy francokat ilyenkor oda kell menni. Figyelj, a te napot az komolyan mondom, Jack Bauer egy napja. Te jársz a zsinagógába azért, hogy történjen valami. Hát veled egy nap alatt annyi minden történik, mint mással 5 év alatt, Júli. Mi kilépsz innen, és egy zajló dráva az életed, érted? Egy kiáramlott Duna vagy. Hát minden nap 600 sztori van. Hát, hogy mi lett a vége? Kinek volt elsőbsége? Ki nyert? Hogy lehet, megvert a nő? Kaptál valamit? Elütöttek Audival? Visszaült a kocsiba? Vagy mi a vége? Visszaült a kocsiba, rám fékezett a hapsi, és ő annyira elemében volt akkor abban a pillanatban, hogy megmondta a nevét, a címét. Melyik a kopasz? A kopasz, igen. Tehát, hogy ő még neki állt feljebb, hogy neki van igaza. Ja, és bediktált a telefonodba, a videóba. Kis József vagyok, szartajakartok, kisbérutat 13-ot lakom, találjam el. Fölmondta a címét. Gyakorlatilag igen, és utána én sarkon fordultam, és elindultam fölfelé a lifttel, hogy keressek egy biztonsági őr, de miután csak egy ilyen pocakos, ilyen nagy darab ember találtam, én azt gondoltam, hogy ő nem lesz segítségemre. Megkerültem az egész életfelületet, reméltem, hogy nem futok velük össze, mert nyilván, hogyha ha ők jönnek fölfelé, én meg megyek lefelé, és ott összefutunk, akkor ott belepancsol az arcomba, az nyilvánvaló. De ott volt egy csomó ember, úgy azért mertem nagyobb szájú lenni, hogy hát ha nyilván, hogyha kialakul egy ilyen szituáció, akkor odaállnak. Mert nézze meg, mennyien vannak mögöttem, látja? Nincs mögöttem, ön mögött senki, mindenki visszament a fotócellára másikon. De itt vannak, és már jönnek is, és hátra nézel, és sehol senki. Tudod, milyen nyomorult érzés volt? Mindenki így elfordultak, mintha ott se lettek volna. Na ez már nyomorult. Nagyon. Na ez már az a helyzet, amikor nyilván odamész, hogy itt vagyok, tudok-e segíteni, mi a helyzet. Igen. Nagyon függ attól, hogy milyen energiát viszel bele egy ilyen helyzetbe, hogy te még ráteszel erre, mondjuk, ha még oda mentem volna férfiként, vagy megpróbálod kisimítani. Tehát, hogy egy ilyen teret ilyenkor így létre lehet hozni. Persze van, akinél ez nem megy. Alig várom, hogy te üthessek ott, aztán te jöhetsz bármivel. Kicsit föl van turbózva. De lehet irányítani érdekes módon energetikailag ezeket a helyzeteket. Vagy nyugtatni egy kicsit, vagy elvenni a tűzből, ami van benne. Csak rá kell érezni, hogy miben van. De ügyes voltál, akkor azért bátor vagy, le a kalappal. Hát az... Figyelj, neki egy napja nem, Feri? Há, ó, hát ő reggel arról panaszkodott... Kéne odaállítani Julira. Reggel arról panaszkodott, nem tudod, hogy semmi az én napom, hát ez egy unalom. Engem ezek nagyon felhúznak, az ilyen fajta igazságtalanság. Igen, nem Juli keresi a balhét, a balhét.
Igen, egy ilyen jó tét lélek vagy, akit odáll. Szerencsétlen szamaritán, és akit egyszerűen nagyon el fognak verni kisanyám. Igen, a kisember, aki odáll a kisember mellé, igen. Igen. És aztán mind a kettőt. És a nagy kopasz ember pedig mindkettőtöket agyom. Milyen csúnyán összever vagy benneteket egyszer valaki. Egyébként megvan a rendszámot. És a Júli, vagy a Móri, akkor Miró mi? Júli, ne, drágám, kicsi, ne, na jó, megyek. Ha, tehát nagyjából ez. Ha 100%-os lett volna, akkor ő megy előre. Tehát, hogy akkor ő tüzönvizet. Jó, de hát egy félig rokkant férjedül a kocsiba. Hát, de az, igen, tehát most nem tudod, tehát azért is mondta, hogy ne menj oda, mert nem tudlak megvédeni, mert hogy be kellett hajtogassam őt az anyós ülésre. Tehát annyira mozgásképtelen volt szerencsét. Igen, mondjuk a Miró formában onnan még egy gépfegyver is hátulról előkerült. Tehát, kettőször a levegőbe lőért, tehát valami születésnapról biztos maradt ott valami valami. Nem, ő nem cicózna, hogy neki lenne bárki. Ja, biztos, van, igen. Főleg a téged bántanának. Ja, hát akkor szerintem igen, a feleségedet, igen, gyerek. Idet, hogy ne. Persze, abszolút. Ne, kemény szituk azért ezek, igen, szóval. De az Anna is ilyen zsándárk egyébként. Persze. Hát pont ma reggel beszélgettünk arról, semmiképpen nem lépnék a lábatokra a 8-as buszon. Tehát, hogy én nagyon vigyáznék arra, hogy sokszor elnézést kérjek. Anna, letérdel le hátulról, te már ütnéd a fejemet előre, bocsánat, én nem akartam semmi rosszat. Véletlen volt. Hát ebben nagyon igazad van, hogy energetikailag, mert most remélem az univerzum meghallgat, nem történt még eddig, és azért nagyon sok olyan szitút megoldottam, például a tömegközlekedésen, amit elmentek volna mellette az emberek, igazából mindenki félrenézett, nem mertek szólni. Például múltkor üvöltve hallgatta a csávó a rádiót, vagy a zenét kihangosítva, de tényleg nagyon zavaró volt. Igen, és mondtam, hogy légy szíves, szeretnék megkérni, hogy halkítsd le. Mondjuk ezt így elmondod, én azt mondom, hogy hölgyem, de hát én udvarias voltam. A Bartókot is hallgatjuk. Ugye, ő lehalkította. Mondta, hogy zavar. Hát mondom, nagyon hangos, hogyha mondom, bedugnád a füledbe, vagy ilyesmi, ezt megköszönném. Rendben van, bedugom. És ennyi volt. És akkor emberek így néztek, mondtam, teljes siker, igaz? És így körbenéztem. De nekem is volt, ami zaklatod, azt nem mesélem el, mert az is egy nehéz szitu volt, de megoldottam hajnalba, ott egy kamaszlányt, és az én lányomat, meg azokat a lányokat láttam benne, akik ugyanúgy tömegközlekednek. Megoldottam, az húzósabb volt az a helyzet. Ott mondtam, hogy meg fogom húzni a vészféket, tehát hogyha nem áll le. És senki nem jött oda, úgymond segíteni, megoldani a helyzetet, megoldottam én. Leszállt, az a lényeg, leszállt Zuglónál a villamosról. Ütötte a üveget, elküldött engem, ahova kell, és mondtam, hogy rendben van, legyen így. Szia, mondom, igen, kellemes napot neked is. Olyan nehéz is, de sokat beszélsz a gyerekkel is, ugye, hogy akkor igen, mi van, ha ilyen nap, mit csinál? Erről az esetről mi nagyon sokat beszélgettünk utána. Mondom, Beni, egyébként nagyon kíváncsi volt, hogy miből vettem észre. Tehát az érdekelt, hogy mit láttam meg a másik oldalon. Mondom, Beni, nem tudom neked elmondani, ez egy rossz helyzet volt. De mondom, ez nagyon ritka, én vele nem keverednék semmiben, vigyázok rájuk. Tehát nem vagyok ilyen, hogy kipattanok a kocsiból. Azóta hogy... az utcát járjátok kettesben. Azóta megyünk ketten. Bondázgatunk, körbenézünk, ha valami nem simmel, elintézzük. De hogy menti meg magát, hogy érdemes-e beleavatkozni, hogy mit kell csinálni, hogy mikor segítünk a gyengének, hogy kerüljük el a konfliktus. Ugye csak egy tömegközlekedés, mennyi élethelyzetet, amire fel kell készíteni a gyerekedet. És nem kell mindig beavatkozni, és szégyen a futás, de hasznos, sajnos. És taníts meg neki, és ne legyen önkéntesen, de ne kezdjen el verekedni, mert lejár valahova, és akkor azt hiszi, nem okozunk ilyet, hogy védje meg a lányokat, hogy ne keverje magát bajba. Tehát nagyon sok vetülete van egy ilyennek, de egyszer egy gyereknek szerintem azt is látni kell, hogy a szülő föllép, oda megy, fontos neki a környezet, kiszáll a kocsiból, és megcsinálja. Nem azt jelenti, hogy két percenként kipattanunk, de kell, hogy a gyerek egy mintát lásson azért. De baromi nehéz, csak egyáltalán tömegközlekedés is annak veszélyre megtanulj. Vagy amikor szemetelt valaki, ott volt velem például a Karina, mentünk, és szemeteltet, eldobta, és nem érdekelte. Megette a benne lévő dolgokat, eldobta, és akkor szóltam neki, hogy legyen szíves, vegye föl, mert ez a járat, mondom, még nagyon sokáig fog. Véleményes, de értem a szólást. De hát ne haragudj, tehát aki direktbe eldobja, én azt gondolom, hogy a tömegközlekedés azért van, hogy nekünk legyen szép és tiszta. Szóltam, hogy legyen szíves. A legjobb, hogy milyen koszos a BKV. Mondott egy nagyon csúnya szót, hogy majd te fölveszed meg. És mondtam, hogy én a B meg nélkül is föl fogom venni. És akkor fölvettem, és eltettem a táskámba. És akkor még cöccögött egy darabig, de az a lényeg, hogy az a járat nem ment tovább azzal a kólás palackkal, meg a fánkos papírral, meg a nem tudom én mivel. Tehát itt az a nagyon nagy baj, hogy ha minden mellett elmegyünk, tehát meg kell érezni a szitut. Ez egy jól öltözött, jól szituált nő volt. Először azt hittem, hogy elejtette, majd közölte, hogy nem fogom fölvenni. Jézus Mária. Majd így arrébb is sukta. Nem fogom fölvenni. Majd te fölveszed B meg.
fölveszed. Így van, mondom. Föl is veszem, drágám, föl. Azon gondolkodtam, hogy ha lett volna egy olyan nyitottabb táskanál, a bedugom, mikor szállt le. Na, ez már alakul a csajbunyó. Annál visszadobja, te újra fölveszed. De nem akartam, mert pont emiatt nem akartam, de átfutott az agyamon. Fontos kérdés, hogy mikor lehet felbérelni a csajokat? Mi a tarifa? Mennyi az óradíj? Tehát mennyi az óradíj? Kislányvigyázás, diszkóba kísérés. Igen, hétvégi vagyonörködés, biztonsági szolgálat. Mit vállaltok? Kőrangyalok lehozzuk a Julival, rendesen. A BKV-n fogunk raziázni. Tényleg. Kis karszalaggal mentek ketten. Igen, ők a rendre. Na, jövünk mindjárt. Valami probléma? Igen, nem, csak leültem el, jól látom. Szemetelünk. Nem, véletlen is, hogy a kezdetülés. Az a táska, mit keresett? Egyedülünk? Annak van jegye annak a táskának? Én bocsátot kérnék, felvenném, elnézést kérnék, fölállnék, átadnám a helyet, tehát kettőtöknek biztos. Na de látod, hogy mind, akit elmondtunk sorba, azok azért mind, hogy úgy mondjam, rosszat csináltak, tehát nem mi vagyunk persze, a nem önkéntesek. Nem hát ti keresitek, persze. Ők keresnek mindent. A baj keresitek. Jövünk mindjárt. 9:30 múlt, 2 perccel itt vagyunk a hírek után. 3:10 lesz, pontosan 6 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Már tervezem az egyenpresszet. Mint a Batman, vagy Charlie angyalai. Azt írom, aki én az utcán nőttem föl, de Annának és Julinak minden megcsinálnék, pedig engem az utca nevelt, írja valaki, de hogy abszolút igen, ez kemény. Kemény a történet. Hát a csajok tökösek, sokszor tökösebbek, mint a férfiak. Úgyhogy ez jó, jó ezt hallani. Bevesszük Esztert harmadiknak, majd ő fog beszélni, mert neki mélyebb a hangja. Igen. Imádom a határozott nőket. Taposás, nővénevelés, nem vállaltok együtt, Robi úr kérdezi. Nővénevelés, taposás, igen. De jó. Egyszer bajba vagyok, titeket foglak hívni. Az tuti. Elküldöm a koordinátokat, hogy gyertek. Mentsetek ki, itt van egy őrült, rátépte az ajtót. Én visszafordulok, értetek. Igen, Júli, mikor mész haza, hívom a fülkét. Ugye igen, ez volt a nap legjobb pillanata, Júli észrevett, hogy a ház előtt van egy utcai fülke, és hát erről kezdtünk beszélni, hogy minek van még utcai fülke, egyáltalán ki használja, van-e még kártyás telefon, van-e még egyáltalán régi matávkártyánk. És hát itt elszabadult a pokor, mert Julit leküldtük, és elkezdtük hívogatni a fülkét, hogy próbáljuk ki milyen, amikor egyáltalán még fölhívunk egy fülkét. Vagy a Juli fölhív bennünket a fülkéből, hát borzasztó retro lett az egész. Majd bemondtuk a fülke telefonszámát, Juli pedig elkezdett hallgatóktól telefon felvenni. És a hallgatói meghívogatták a nyilvános fülke számát, ahol Juli rendelt. Rengeteget hívtak, egyébként nagyon sokan is tökéletek voltak. A bugyit elmondtad már? Hogy milyen színű bugyi van rajtam? Kék, na hú, hadd örüljön az a hallgató. Kék a bugyi? Hát többen megkérdezték. Eredetileg is kék volt. Nem mindegy, nem mindegy. Csomposásnak fakított rajta. Na, szóval, hogy a nyilváros telefonfülkéknél garázdálkodtunk, és le is mentünk felfedezni. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Fihetek, tudom, hogy mindig le vagyok maradva. Létezik még olyan, hogy klasszik telefonkártya? Nincs. Itt van lent egy telefonfülke, és ma véletlenül tovább mentem, és lentről jöttem fölfelé, és ott van egy telefonkártya, és kísérletképpen beléptem, és felvettem, és van benne vonal. Tényleg, ezek még vannak? Itt vannak lent. Itt van lent egy, illetve kettő, hát egy telefonkártyás, meg van egy érmés. Azt a minden. És mind a kettőben van vonal. Emlékeztek, mikor mentek ezek a végtelenített telefonkártyák? Hogy meg tudtad venni, mert valahogy meg volt csippelve, és akkor végtelenített telefonkártya és volt. És mindenki gyűjtötte, mert azt hitte, hogy milyen érték lesz majd. Igen. De miért kell ezt a rendszert még fenntartani? Vagy ez, ennek mi a létjogosultsága? Ezt nem értem. Nem voltak ki elbontja. De nem? Ennyi. Akkor szólok bejelenteni. De csak azért nem bontják el, mert... itt hagyták. Itt van két fülke. Azt mondom, hogy Újpesten volt egy darabig, arról volt hír is, hogy elbontották az utolsó ilyen telefonfülkét, ott a metró végállomásnál egyszer volt, és akkor biztos vagyok benne, hogy ezek így megmaradtak. Menj már, hívjál már föl. Hát ez nézzük, nincs, van apród? Nem, apróm van. Nézzük már meg. Mennyi, várj, adok apród. Ja, Istenem, igen, mekkora bukó volt a matávkártya biznisz. Ment vele a kereskedelem, Szasú írta nekünk, igen. És a bedobálós te ütötted, mikor nem akart? Hogyne. És volt egy csomószor, amikor kiadott egy csomó apród? Vagy hibás volt, hogy elkezded ütni, és ha hallottad a kassza hangot, mint a kaszinóban, hogy elkezdett pénzt kiadni. És a legnagyobb... ömlött belőle az apró. És a legnagyobb az átfúrt 20-as. Ja, amit kihúztál, beraktál egy zsinort, és kihúztad. Gyerekek, az van, lehet tippelni, aki jól tippel, elütötték. Visszajött, eltévedt. Elköltötte a 200 forintot borra, elvitték a telefonfülkét. C, nem tudom. D, beszartam. Csak ez a valószínű. Igen, na mi van? Pont olyan volt...
Ugye? Akkor mi a kondi? Kell azért a kardió. Na, szóval pont olyan volt, mint az aluljárokban, hogy dobálod bele a pénzt, és mindig kiesik alul. És aztán egyszer beveszi, és megnyomod a nullás gombot, hogy írjad, hogy 06, 20 vagy 30, és? De a nullás gomb nem működik, lenyomod, kiesik, bedobod újra, kiesik, úgyhogy pedig még az oldalán is tudod, itt sikáltam, ahogy szokták. Azt szokták, hogy megkarcolgatják egy kicsit az oldalát. De ismerte a 200 forintos? Mit dobhatsz bele? 50 forinttól indul. A licit? Igen, 50-et kellett beledobni először, de nálam csak 200-asok voltak, az összes 200-as kipróbáltam, de mindegyiket kidobált. Ezt mondom, egyszer bevette, de a nullást meg nem vette be, úgyhogy nem tudsz rajta telefonálni. Még jöttek tippek, D, öngyújtót vett, E, csövessel verekszik, G, odadta egy hajléktalannak az aprót. F2-en is elütötték, mert mire felrepült, megérkezett egy másik autó. W kirabolták. Igen, hová tűnt, Gyuli? Jó, hát ez akkor tehát egy nem működő telefonfülkét üzemeltet a T-Mobile egyébként, tök jó. Ha valakinek van még telefonkártya, adja oda. 112-re jó, kész. Ja, hogy ez itt ki is van mondva? Nem. Szerintem igen. Hát pénzt tudsz beledobni. Hát nem tudsz, hát nem. Mondom, egyszer bevette, tehát hogyha nagyon türelmes lettem volna, és lett volna mondjuk nálam még egy 100-as, akkor azzal is kipróbálhattam volna, szerintem fel tudtalak volna hívni. Mi van, ha fordítva csináljuk? Megnézem a fülke számát, lemész és fölhívlak. Van a fülkére telefonszáma? A Szent Katalinon lévő fülke száma megvan nekem, megcsörgessük? Hát, ha most más veszi föl? K, visszamegy. J, nem találja a telefonszámot. J, nincs is ott a fülke. Már leszették a telefonszámot, mert lekapolták. Igen. Há, várja már ott valaki, beül egy taxiba. Jó, tippeljetek, akkor most mi történik? Akkor visszamész, leolvasod a számot? Persze. Jó? Leolvasod. D jól látja a 9-es és a 6-os, C nem jó a szeme. Itt van, megvan, nem is kell menni se. Megvan a telefonfülke száma? Mm-hmm. Hívjuk Na. föl. Hát, ha most ott benne valaki. De mondd a számot, fölhívjuk. 061 212-35-56. Y petárdát rak bele. Nagyon jó. Zsé keresi a telefonkönyvet. Most csörögjünk rá. D, nem csörgünk rá. K, már rácsörögtünk. F, sose ér le. Eltűnik a liftben. Beszorul a liftben. L, stroke-ot kap a liftben. Z, elment spinningre. X, Balázs megy. Zsé be fogja fogni a kagylót. J kriptot vesz az apróból. Nagyon jók vagytok. És megjött a mindenvívő, X egy kamion alatt fekszik. Igen, és csapat, illetve most már nem. Igen, Y Martin Gerixet hallgat jelen pillanatban. Úristen, W egy életre eltűnik. Nagyon jó. Végén egy védett házat fog. Nem lehet, hogy 4-es metróval ment? Tényleg annyira meglepte ez a történet, hogy 4-es metróval? Ki lehet látni belőle. Na meg 212-35-56, ne hívjátok már. De most bemondtuk a számot, hogy mindenki hát mondtad, hogy mondjam be. De bemondtad. Hát te mondtad. Hát nem úgy, hanem, hogy mondd az adnának. Ugye nem adásba. Jézusom, ti hol éltek? Bemondtad adásba a telefonszám. Azt mondod, hogy mondd be adásba, csak hogy mondd a számot annának. Hát kikapcsolom a mikrofon. Már meg vagyok, kész. Ezt nem hiszem el. Hát nem mondtad, hogy mondd a számot. Ez egy kisegítő iskola, gyerekek, nem egy reggeli rádió műsor. Bemondtad adásba a számot. Hát persze, hogy mindenki az a számot fogja hívni. X STFM részlén lett belőle. Hopp, csörög! Csörög, csörög, csörög! Tjék akár a fülkében. Igen, Y, figyeld, Y fotocellás ajtó előtt áll, és nem érti. Anna, nézd ki, nehogy elrabolják tényleg. Hívjunk random fülkéket, nagyon jó. Adjatok random telefonfülke számot. Itt van az összes telefonfülkének a száma előtt. Ez nagyon jó, random hívunk, hát ha valaki felveszi. Zsé nem tudja kibontani a tüskét. Pésített ott a licskán, té elbújt a WC. Le se ment. Hát én ezeket nagyon szeretem, ezeket a tippeket. De tényleg, nem lehet, hogy annyira megijedt meg jót, hogy felesett, összecsuklott a fülkébe, és ott fekszik? Csak nem. És valaki már éppen... Most hívom Juliskát. Valaki már éppen csúnya dolgokra kényszeríti. Most felhívod a Julit? Igen. De Juli... A saját telefonját vitte magával? Erős csapat. Igen, tessék. Juli, mit jól vagy? Hívtuk a fülkét. Emberekkel beszélgetek. Emberekkel beszélgetek. Hívjuk a fülkét. Hát mert... Folyamatosan hívnak. Ja, mert beszéltem már Hajnalkával. Igen, beszéltél Hajnalkával. Hajnalka hogy van? Igen. Meg Hajnalkával, aki azt hitte, hogy ez egy telefonos játék, és várta a nyereményt. Nem hiszem el, hogy ő... Úristen, mindenki kisegítős. Betelefonált egy hallgató. Hallod? Jézus Isten. Várjál, most én hívom a Judit, kicsom. Várjál, hívunk most! Most mi vagyunk? Várjál, felveszlek, Anna. Igen? Haló, most mind a kettőben vagy, beszélj egyszerre mind a kettőben. Igen, várjál. Azt mondja, hogy egyszerre,
egyszerre, hogy vagy, Juli? Kérem, várjon. Hittok, hittok, hittok. Hittere napon. Nagyon jó, beszélj még egyszerre. Mit tapasztalsz, hogy vagy? Nem, nagyon jó. Nagyon jó, szuper, nagyon összegeljük. Cyril, Cyril, holdra léptünk, Juli, ott vagyunk a holdon. Nagyon na, jó. Melyiken folytassuk, melyiken a tisztább, így jó? Igen, a hagyományoson, tehát hogy a kézin, a kézin, okay. a vonalason. Beszéltem Krisztivel is. Igen? Aki azzal vette fel, hogy te vagy az anya, te vagy az. Nem hiszem el. De folyamatosan csörgött egyébként, és állandóan felkapdostam. Csak azt hittem, hogy ti vagytok, mert nem szóltak bele, csak így pittyegek, amikor azt mondod, hogy pi-pi, pi-pi. Nagyon jó, nagyon retro érzés. Balázs, te neked is ki kell próbálnod, gyere le. Rád fognak tudálni az emberek. Nagyon jó. Figyelj, tényleg betalálfed egy nő, aki azt hitt, hogy telefonos játék, és nyerte igen, valamit. Nincs igen, ilyen, rossz, nincs rossz, ilyen. Rossz. Jó, leteszünk még néhány hallgatót. Nagyon beteg hívásokat várok. Jó? Jó, nagyon betegek hívjátok a Julit ezen a számon, és ugye elmondod, hogy mi volt. Puszi. Ilyen komfortzónán kívüli élményeket akartál. Ó, igen. Idegen emberekkel beszélni. Folyamatosan csörgött a telefon, vagy legalább 10 emberrel beszéltem. Jézusom. Teljesen normálisak voltak, az egyik megkérdezte, hogy milyen bugyi van rajtam a végén. Tényleg? Letettem, és volt egy olyan, aki csak azt hallottam, hogy... Tényleg? Ne csináld, lihegett a telefonban. És mondtam, halló, itt vagy. De hívtak Münchenből, hívtak Győrből, ne. Debrecenből. Müncheni volt, aki... emberre beszéltél? Igen. Kihívtak téged egy rántott húsevő versenyre, okay, üdvözlik mehetünk. A stábot. Mindenki nagyon boldog volt, hogy elértek. Akkor most már, ha ezt itt nem veszik fel a stúdióból, ott lent is elértek. Néha lemegyünk a random csörög, akkor felvesszük mi is. Igen, kicsit jó? Beállunk. Na, de akkor élveszed, akkor jó volt. Igen, meg tökre meglepődtem, hogy folyamatosan csörgött a telefon. Ja, volt, aki mondta, hogy már lehalt, tehát hogy nem is tudják hívni. Igen. Annyi bemenő hívás igen, lett igen, hirtelen. És volt, aki mondta, hogy legalább 10-20-szor megpróbálta, és aztán végül elért, úgyhogy óriási volt. Igen. Istenem, micsoda élmények. Balázsék! A Rádió Egyen! Milyen jó élményeket okoz egy telefonfülke, gyerekek. Egyébként tényleg nagyon régi, tehát az egész nagyon nosztalgikus, hogy csörög, fölveszed, hallod a pittyegő hangot. Igen, mikor igen. Hallottunk utoljára pittyegő hangot, nem? Hát 20 éve, mikor utoljára bennálltál egy ilyenben. Igen, szerintem. Elfogyott az apró, igen. Ennek rovatnak kellene lenni, írja valaki. Kiveszi föl címmel. Igen, már utána megcsörgettük ugye néhány nyilvános fülke telefonszámot, de nem veszik föl az emberek. Csukva van az ajtó, nem is hallják, rohannak tovább. Nagy a háttérzaj, tehát ez viszonylag reménytelen. Így talán egyszer csak Bözsi nénit tudtuk megtalálni senki mást. De őt hogy találtuk meg? Fölhívtunk egy nyilvános telefonfülkét. Igen, de miért? Ott a polgármesteri hivatalt kerestük, hogy adjanak nekünk megszólalót valamilyen témában, és kiderült, hogy kaptunk egy nyilvános fülke számot. És hívtuk a fülkét, és Erzsi néni ott kapál, vagy Bözsi ott kapálgatott, hogy mit csinál. Virágot ültetett, és gondolt, akkor ő fölvesz. És fölvette, és egyszer csak ráakadtunk Bözsi nénire. Aki azóta is megvan, igen, és néha. Beszélünk vele. Na jól van, gyerekek. Ma menjetek boltba, mert holnap dzsihád lesz. Pénteken zárva vannak a boltok, úgyhogy retek, újhagyma, kalács. Mindenki intézel. Ma meg kell venni egyébként hát minden. Holnap az a halál. Fessetek tojást. Igen. Aztán üljetek rá. És keltsétek ki. Igen. Jó, most naphallgatóját majd hívunk. De úgy sincs plusz ajándéka, úgyhogy megyünk, mert át kell adnunk Kecskemétnek. Jó, puszi, holnap hello. Még hello. Vagyunk. Sziasztok, ciao, hello. Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 6-tól ismét élőben Balázsék. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.